Élőben a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsi! 6 óra után 13 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk, és már van egy közlekedési hírünk. Zsú, majd szignált tegyél a közlekedési hírekre, mint az időjárása. Nem tudom, ezt kérték. Létszi. M1-es autópálya Győr után Pest irányába baleset, kocsi. Közlekedési hírek. M1-es autópálya Győr után Pest irányába baleset, kocsi, a szembeforgalma belső sávban. Közlekedési híreket hallottak. Elvileg ez kell. Nincs. Nincs ilyen? Nagyon, gyerekek, hát az nagyon jó. Az nagyon jó, nincsen szignálunk. Tegnap ránk szóltak, hogy legyen szignál a közlekedési hírekbe. Nem tudom, hogy honnan kell. Spontán generálunk valami szignált. Nem tudom, hogy ez honnan kellene. Hát túl vagyunk rajta. Előszedni. Kitette meg a Ferencváros, gyerekek? Sem. Fogadtál? Nem. Nem? Gondoltam rád, mikor láttam a 4-1-et, mondom, hát ha megfogadtad. Nem, én tegnap egészen a NAV-ra gondoltam, tehát, hogy más dolgom. Zajlik, voltál meg? Nem, hát egyszerűen. Nem, kaptam papírokat. Igen. Nem, mint én, nem is érdekes. De elkisimult az ügy? Vagy voltál bent? Nem, sajnos. Élvezted a NAV vendégszeretetét egy... Nagyon kedvesek, nagyon jó fejek, de tényleg egyébként felkészültek, az égvilágon semmiféle probléma nincsen, nagyon készségesek, nagyon aranyosak, teljesen megváltozott a mentalitása, mint ami régebben volt. Tehát régebben valahogy azt érezted, hogy amikor bementi, akkor egy kicsit, mintha céljuk lenne az, hogy beléd fagyjon a kaka is. Igen, de... összeszorul az ember seggel. Mész a NAV-hoz, biztos most nyakadban vannak egy számlagyárat minimum. Halálosan megértőek, aranyosak, jó fejek voltak. Tehát, hogy így az égvilágon semmi gond nem volt ezzel, nem volt gond. Hát azzal van, hogy egy picit kis hátralékom van, amit be kell fizetnem, de hát... De közelít a két álláspont, kisimult, vagy igazuk van? Nem akarom elmondani, ha te nem akarod, csak kérdezem, hogy igazuk van? Van részigazság abban, amit mondanak, mert csak nem értem, hogy miért most. Tehát, hogy egy picit, minthogyha... Összevárták. Minthogyha, igen. Minthogyha, okay. Ha egy picit sokat vártak volna azzal, hogy jelezzenek, hogy 2016-ban mi történt. Aha, de az igen. Ő állításuk az igaz. Tehát igaz, néz ki. Igaz. Aha. Nem fogok tudni sajnos mit csinálni a dologgal, fizetni kell, mint a katonatiszt, de hát, hogy érted, az ember... Általában az érted, így végződik. Ha keresel, fizess is. Igen, a NAV általában így végzi, hogy be kell fizetni. Az a baj, nem igen. Tévednek nagyon. Nem, szóval az a baj, hogy amit nem. Megállapítanak, basszus, olyan programokkal, olyan előrelátón úgy látják a dolgot, hogy sajnos az ember próbál kibújni, de általában 10-ből 8 azt kell, hogy jól számolnak, basszus. Igen. Tehát, hogy így igen. Egészen precízek, egészen pontosak, már nem olyan hülyék, mint régen. Nem. Szóval az van, hogy nem, régen nem voltak annyira okosak, de megokosodtak ezek a fiúk ott bent. Szóval, hogy most már azért nagyon vágják ezt a sztorit, nem nagyon számolnak mellé. Ha jön a papír, igen. Az nagyjából annyi. Még mit mondtak arra, hogy eddig miért nem tetszettek küldeni? Ez egy jó kérdés, hogy ez nem ezek, el, ezek, igen, tehát ezt nem érted igazából, hogyha van egy 2016-os, 17-es, 18-os, 19-es ügy, akkor így miért, lehet, miért mondták, most hogy abban az évben a szabad szemmel nem látható, vártak 6 évet, és azt mondták, hogy most pirítunk oda. Igen, most úgyis a költségvetésben ez nagyon hiányzik, ha most elengedtük volna azt, hogy szeretjük a műsort, elengedjük. Érzek egy picit ilyet. De most már szóltak fentről, ezt nem tudjuk elengedni, pedig úgy szeretjük ezt a fiú, de nem engedjük el, hívjátok be, utaljon be. Egy nagyon pici ilyesmit is érzek benne, meg az nagyon fura, hogy tudnak egy bevételről, de azt, nem visítanak, de egyébként azt ők nem tudják, hogy ugye ebből a nyereségből, most ilyen tőkepiaci ügyletekről van szó, vagy egy picit konkrétizáljak, hogy ott két éven belül a veszteséget te leírhatod a nyereségből. Igen, szembeállíthatod igen, a kettőt, igen. Ezt erre. Ők tudják, de nem vonják le. Tehát, de ez a fura, hogy kéne csinálni, hogy, nem? De, tehát neked be kellett volna jelentened, hogy bocsánat, a következő éven veszteség. Ők tudják, ismerik a nyereséget, de a bank az lejelenti nekik a veszteséget is, tehát hogy te kapsz a következő év elején a banktól egy teljes kimutatást arról, hogy mennyi a nyereséged, mennyi a veszteséged, illetve hogy mennyi adóvonzatod lenne ezután. És mi az az összeg, amit ebből leírhatsz. És nem állítják szembe. Hmm. De miért nem basszus, hogy azért te szóljál? Azért szóljál majd. Na igen, azt majd intézte. És, tehát, fú, hogy, de azért tehát, ez jó nagy gyengőség. Ez azért fura. Tehát egy csomó dologról tudnak, erről is tudniuk kellene, mert a bank feléjük ugyanúgy információ beszolgáltatás, vagy információ közlési kötelességgel van, mint ahogy neked is le kell közlened ezeket. Szóval fura, tudod, hogy tudnak mindenről, hát ránéz, ennyi az egész. Igen, azért az levonhatnánk. Igen, csak valószínűleg a sorok összerendezése, az meg már nem az ő feladata, tudod. Nem akarom őket védeni. De akkor többet kér, mint ami jár. Ha logikus
okosan gondolkodsz, az van, hogy 2018-ban János keresett 50 ezer forintot valamivel, oké? 2019-ben meg bukott ugyanezen a cuccon, igen, 60 ezeret, tehát most mínuszban van. De nekem, mint adóhatóság, a sorok összerendezése nem a dolgom. Nem. Én egy évet kell, hogy nézzek, 2018-ban keresett 50 ezer forint után ő nem fizette be azt, amit igen, be kellett volna fizetni. Igen, csak tudod, ez egyébként ennyi. Igen. Így, és már akkor azt az összeget látja, amennyit neked be kellene fizetned. Ki azt mondja neked, hogy az állampolgárnak van 2 éve arra, hogy ezt jelezze. Ha kifutsz a 2 évből, akkor te voltál hülye, akkor befizeted azt az összeget a nyereség utáni adóvonzatot fizeted be, és nem a nyereség mínusz a veszteség utáni adóvonzatot. Oké, de ő látta a 2018-as évedet, ahol neked nyereség keletkezett, nem fizetted be 2 éven belül a nyereséget. Mm-hmm. Így van. És 2019-ben, amikor buktál, azt sem fizetted be, vagy, tiszta azt sor. Nem utalták vissza. Nyilván most tényleg azért nem kapálozok, mert én vagyok a hülye, volt rá 2 évem, hogy befizetem. Sem, tehát, hogy tök hülye vagyok ebből a szempontból, mert nem fizettem be, most ennek megiszom majd a levét, de mindegy, csak hogy fura maga a szabályozás, hogy egyébként ez... Igen, hogyha van pénz, adjál, de ha kevesebbet kell fizetni, azért arról nem szól. Ráadásul a bank tényleg úgy közli velük az információkat, hogy már le van vonva, tehát ott vannak az összegek. Ott feketén-fehéren ott van. Igen, az a teljesen egyértelmű. Van. Na, az viszont... Azt, hogy nem évül el? Kérdezi egy hallgató. Szerintem, hogy 5 évemből az, hogy nem évül el? 2016-ban már rég elkelt. Hát nem hajtottad be kedves nap 5 évig, akkor az buktad. Az miért nem évül el? Működik, tudod. Nem tudtál előjönni az elévült kártyával? Nem húztad elő? Nem, még lesz egy körünk. Jó, hát azt azért dobd be. Menni, megkérdezem. Ugye a füle mögül varázsold el az ügyintézőnek. Egy ajándékcsomaggal el tudjuk intézni, nyilván. Igen, egy szigorúan bizalmas antikvárium darabbal, mit tudom én. Alá tudod írni neki? Egy gasztrojál heti étlappal is, egy IKEA utalványjal benne. Egy a Cookie Remix kazetta. Igen, egy DJ Amina extra szette. Ígér meg bármit. Megszerezzük, odaadjuk. Ami viszont bosszantóbb ezzel az ügyel kapcsolatosan, hogy ugye van 2 éved. És ők a 2 év végén se szólnak, hogy János nem fizette be, akkor még vártak rá, ha ez 16-os, még 3 évet, hogy szépen a büntetés érted nőjön. És kicsit elbizonytalanodtam, hogy mennyit fizettem, mert akkor viszont lehet, hogy nekem is szembe lehetett volna állítani, én is állítottam. Pedig azért volt bukó. Hát, de... Ajajajaj. Köszönöm őket, hogy adják vissza, egy kicsit adjanak már vissza. Nem, tehát hogyha még 2 éven belül vagy, akkor mondjuk a jövő éviből is. A jövő éviből, jövő évit letom volna, igen. Persze. Tavaly azért nem volt minden úgy, ahogy persze szerettem volna. Nem. Tavaly előtt, sokaknak. Úgy a fáján. Ott elment, valami kis haszon elment. 7 év az elévülés, tehát akkor azért nem tudunk ezzel előjönni. Aha. Akkor ezt felejtsd el, ez nincs az érv. Ez nincs. Az elévülés ne hozd elő, mert hogy 7 év, felemelték 7 évre. Uh-huh. Átod, ez is milyen, hogy 5 évről felemelik 7 évre. Hát de egyébként mondom, az ügyintézés része az perfekt. Tehát, hogy ez perfekt, abszolút emberi, megértő, nincs sem el az égvilágon. Már a portástól összefostad magad, van, úgy köszön. Hova? Ez volt. És tudod, már úgy nézett rá, hogy tudta, hogy adócsaló vagy. Mindent hoztak? Mármint mire tetszik odolni? Mindenre? Ja, igen. Akkor igen, hoztunk, remélem. A lábad már a metró kiárónál remegni kezdett, amikor az Árpád hídin naphoz kellett bemenned. Érted? Tehát már napokkal előtte nem ettél. A portás már konkrétan adócsalóként tekintett rá. Voltam úgy ment a könyvelőmmel, mint hogyha a legfelsőbb bíróságon lehetem volna. Így ültünk egy ilyen folyosón, műanyag székeken vigyázba, hogy a könyvelőmnek az ölébe ott volt egy stóc papír, én így ültem mellett, és törölgettem a homlokomra. Egyszer csak kijöttek a 123-as tárgyalóból egy hátra bilincselt kezű emberre, és azt mondták, maga innen már nem megy sehova. És most teljes János. Vadó János, a 122-es tárgyalóba várjuk. Ezt itt vigyétek a 200 forint alatti adótartozással rendelkező cellájába! És a könyvelőd így eldőlt jobb. Így van. És azt mondta, ezt már nem bírom megcsinálni, egyedül kell bemenned. Igen, ez kemény. És aztán tudod kiderül, hogy Vadon úr. Igen. Idén is. Túlfizetése van. Köszönöm. Viszont van itt valami más. Igen. Ismeri, csak ajaj, ismeri azt az úri embert, akit úgy hívnak. Csak mutatom, hogy ide van ér, az összeg maradjon a rublikán belül! Kicsit tényleg ilyen volt. Ilyen akinek volt régen. Nincs vaj a füle mögött, az nem retteg János.
De az is. De az is retteg egyébként. Olyan rossz bemenni. Nem olyan, mint a szülő értekezlet. Tudod, hogy már nem rólad van szó, tudod, hogy nem mégis szorongsz tőle, nem? Tehát, hogy már, pedig már nem tiéd a magyar kettes, meg a matek hármas, de ez tényleg ilyen. De mondom, tehát tényleg, és ezt higgyétek el, hogy nem nyalás, nagyon kellemes tapasztalat volt, hogy nagyon jó fejek voltak, és nagyon segítőkészek, és abszolút mindent. Tehát, hogy az nem tudsz olyat kérdezni, mert nem tudna válaszolni, és abban a pillanatban hívja a gépen. Tehát, hogy az ügyes. Nagyon komplexek, igen. Igen. Gyerekek, nyert a Fradi 4-1-re. Nem tudom, hogy ki látta. Az nagyon nagy dolog. Ugye de ez a bosszú volt, ugye? Most igen, ez a 2-1 volt itt. 2-1, tehát kiejtettük őket, már hogy kiejtette a nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog volt, igen. Láttam a neveket, kitrukták a gólt. Hát itt már nem nagyon van magyar játékos, ami nem baj, meg klubcsapat, azt senki ne, hogy félreértse nekem, aztán még itt megvádolnak valamivel, csak mondom, hogy ez már azért nagyon nem az a Fradi, mint régen volt, viszont bevasalták a 4-1-et, úgyhogy akkor legyőztük ezt a szlovák csapatot, és így akkor tovább jutott. Hát azért ez jó eredmény. Most ez most már klub szinten magyar focit érint, tehát akkor... Főleg az első meccs után. Hát azért, mert az béna volt, ugye 1-0-ra vezettünk még igen. A 70. percben, vagy nem tudom, 75-ben. És akkor ott egy nagy fordítás volt, meg hát ez ugye egy régi rivális, mindenki nagyon készült rá, és most ez az 1-4 kint, ez parád. Tehát akkor menetelünk tovább lassan majd a főtábla felé, nem? Vagy valahova? Hát igen. Nem vagyok nagy BL szakértő. Érdek, szépen a Bajnokok Ligája harmadik selejtező körébe jutott maga biztosan a Fradi. Nagyon jó. A néplapja. Nagyon jó. Ez mindenképpen. Ez nagyon jó. Na már ha sport sikerek, akkor ugye Walter Attila, ami kis kerékpáros csodánk, aki képzeljétek el, átigazol méghozzá abba a csapatba, amelynek versenyzője most megnyerte a túrt. Ez a legnagyobb csapat, amihez sikerül Attilának átkerülni. Azt még nem tudjuk, hogy milyen pozícióba, de szerintem akkor, lentről kezdi valószínűleg. Lentről kezdi, de akkor is tök jó, hogy egy ilyen csoda csapatba vagy benne. Nagyon szorítok neki, hogy aztán lépjen szépen egyre följebb, meg följebb. Igen, ezt azért tudjuk, azért, hogy az ilyen elit kerékpáros csapatoknál gyakorlatilag minden egyes versenyző világklasszis. Tehát, hogy akiket mi vízhordónak titulálunk, meg akik egy... Tehát, hogy az a dolguk, hogy végig védjék a pozícióját annak a csapatásnak, aki vezet valamelyik a pontverseny, valamelyik részébe, vagy ne agyisten, illetve agyisten az összetetben, azokat védik, hordják a vizet, hordják a kulacsokat, és adott esetben szó szerint az is mind kivétel nélkül világklasszisok. Egy ezre szóval ennyire szeretnénk úgy biciklizni, mint ők. Nagyon komoly. Tegnap érkezett haza egyébként Jónás Vinegárd, aki megnyerte ugye meg a csapatnak a... A finn vagy norvég, nem? Dán. Tudtam, hogy van ész, aki... A Vinegárd az nem ecet? Nem. De angolul. Az Vinegár. Angolul az. Ecet? Vinegárd, de mi a kedves neve? Gárd, Vinegárd. Mi a kedves kereszt neve neki? Jónás. Ecet Jóska. Ecet Jónás. Ecet Jónás. Gyönyörű név. Így hívják Ecet Jónás, a híres Dán verseny. Csávó, olvastam 4 hónapja, még valami gyárba dolgozott, nem? Vagy asztalos volt, vagy ács, vagy nem tudom, valami. Mint a szőnyű felé. Pont ugyanaz. Ez a fiatal ember is pár hónapja még tényleg így élte az életét. Aztán rájöttek, vagy pár éve rájöttek, hogy ő igen jó biciklista. Nem tudom. Valószínűleg bringával jár a gyárba. Jó, oké, de ezek, ja igen, és 200 kilométerről. Ünnepli a csávót, igen. És hegyen van a gyár. Az egész sportvilág azt olvastat, hogy miért szeretik őt most ennyire? Nem, vagy miért? Nem, mi van? Mert volt egy bukás a túron, és a csávó megállt, ugye sosem... Tetszett, édesebb a méz. Igen, sosem szoktak megállni, hanem amikor még jobban meglépnek, ha valaki bukik mögöttük. És felbukott egy csávó mögötte, hogy ez nem csapattársa, vagy más nemzetiségű csávó, és ez visszament és megvárta. És azt mondta, hogy ha nyerek, akkor ne úgy nyerjek, hogy én úgy bukom el, vagy úgy megyek előre, hogy te elbuktál. Ezért megvárta. És ilyen nem nagyon volt még a túron, hogy valaki egy mögötte lévő bukott csávót megvárt volna. Most nem tudom, hogy oda ment, felsegítette, vagy csak várt, de nem akart meglépni az élbolyba, hanem azt mondta, gyere haver, itt együtt tekertünk, akkor állj föl, megkapta a másik bringát az űrge, és tekertek együtt tovább. És ez most így a vállukon viszik mindenki. Hát figyelj, mert most nemzeti hőssé vált, mint Nils Holgersson. Jött egy magángéppel, egy kis magángéppel hozták haza. 2 darab izé vadászgép követte, a csávot úgy vitték le, és a koppenhágai városház előtt 25 ezer ember állt ki. Hát igen. És imádják, akkor valószínűleg ez az oka. Ez meg hát nem nagyon, nem, ők nem nagyon focis, nem, vagy bringás nem. A második túrgyőztesük. Aha. Volt x évvel ezelőtt egy másik ember, aki nyert, ő a második, úgyhogy nagyon-nagyon komoly. Szeretik. Igen, és ez egy nagyon nagy port kavart, így a fair play kapcsán, hogy ilyet nem nagyon láttunk. Nem lépett meg a csávó. Mindenki nyilván azonnal tovább tekerne egy ilyen versenyen.
Na most még egy mindent, és még egy kicsit is elmondtam, amit a túról tudok, ennyi. Ennél nincs több sztori. Egy mondattal se tudnék tőled minden túról, mert nem értek hozzá. Ezt a sztorit nekem valaki mesélte, akivel nem régen feljöttem Pestre Balatonról, és volt időnk beszélgetni, ő mondta el, hogy ez tulajdonképpen miért ilyen nagy dolog. Több mindent mondod, a többire már nem figyeltem. Armstrong is annó bevárta nagy riválisát. Urrichot, igen. Meg kell várni, ki ürül. Nála volt az Epo. Nála volt a cserélővér. A rakétákat igen, ez a Walter átigazolás azért még nem hivatalos. Köszönjük szépen, hát mi is csak úgy előre. Holland sajtó hír, hát most csak tudnak valamit már. Igen, azért most Feri járatja Holland sajtót, azért ennek ne legyetek irigyek, hogy mi átlapozza a klottyen-flottyentákot, érted? A holland újság. Elő van neki fizetve a klottyen-flottyentákat. Egy darab sajtot csomagoltak vele az újságba. Reggel bedobja a biciklis futárt. Feri kiveszi belőle a lapkát, érted, és közben elolvassa a holland híreket, kicsit zsírpapírosan átitatva. Hát most ez ne legyen ez. Így rám. Engem. Na jól van, gyerekek, oké, elkezdjük akkor ezt a ma reggelt. Feri majd elmeséli, hogy mi újság a vizsgájával. Többen kérdeztétek, itt látom. Csinálunk egy közlekedési szignált, és akkor szépen ráfordulunk az utolsó előtti játékra. Erre is lehet jelentkezni egészen nyugodtan. 2 darab játékunk van még. És hát ha láttatok, hallottatok, tapasztaltatok valamit, azt küldjetek el nekünk. Jó, már nem azért, hogy nincsenek híreink, csak hogy úgy mi a fene van veletek. Írjátok meg. No, de csak úgy kellemes, rövid, könnyed mennyiségben. Tehát ha mi van veletek, azért ne értsétek félre, hogy 160 karakterbe be kell nekem gépelni, mert nem. Csak úgy ez egy ilyen általános kérdés, hogy kinek hogy indul a reggel, és hogy ébredtetek. Akkor most ne is mondja a közlekedési híreket, mert nem számít annak, mintha mondtam volna. Hát de most elmondtuk, volt szignál előtte, utána. Jó. Utána néztem egyébként a Edset Vinegárd mellett a másik dán versenyző, aki nyert, az Barnaris volt, Bjarneris. És megnéztem Barnaris, igen. Tehát, hogy nagyon ott vannak ezek a kulináris dolgokban, akkor ezek szerint Edset és Barnaris. Edset és Rizs nagyon-nagyon jól tolják együtt. Ők nagyon tehetségesek, igen. Megyek dolgozni ide egy hallgató. Na, ezt szeretem. Ez jó. Rövid, ez jó. Tömör, nem akar több lenni. A munka nem esít. Nem modoros, nem barátkozós, de azért teljesen egyértelmű. Megyek dolgozni. Ennyi, csak nyugodtan, jó? Tedd oda magad, számítanak rád, hisznek benned. Igen, abszolút. Jó vagy. Nélküled az egész szar se ér. Bármit is csinálsz, bárhova is mi. Kijött az aranyerem, írja hat is, nagyon helyes. Dugd vissza. De ezt azt vissza kell tömködni. Konkrétan. Igen. Ezt vissza kell tömködni. A fürde, szállsz a zuhany alatt, tömköd vissza, és amikor a szelep zár, akkor húz ki gyorsan az ujjad, és akkor az benn marad. Uh-huh. Ez az első megoldás. Aztán persze van a műtét, meg minden, de először tömködj. Így van. És nyugtan. És az eszenciális olajokkal, például levendulával tudod nyugtatni egy kicsit. Igen, csili olajja pedig. Az nem jó. Erős Pistás kézzel nem akard a segged, ez most nagyon fontos. Jó. Oké, gyerekek, fél hét van, aki játszana, az traktáljon minket. Jó, mi pedig jövünk mindjárt rögtön a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-7 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Figyeljetek, megvan a szignál. Na, tessék! Na. Figyeld! Közlekedési hírek. Azt a lendület! Na, már saját zenéje van! Jó, ide nagy vagy, Zsül! Az a lendület, az a Isten! Nincs ilyen. Még hallgassuk meg még egyszer. Mutatom, figyeld. Közlekedési hírek. 1990. És van lezárás is, itt a lezárás, figyelj! Közlekedési híreket hallottak. Új, de jó vagy, Zsűr. Ne, mondja fel az Anna is. Meg a portással lett, mondassuk már fel. Közlekedési híreket. De jó. Igen, most ugye kiderült, hogy szignált kell rakni a közlekedési hírek elérésére. Mi rakjuk, tehát ezzel nincs baj, kiderült, hogy nincs szignál. De hogy csináltunk? Tehát, hogy Zsűr csináljuk már minden órára egy újat. Jó. Most ez megy. Jó. Most ebben az órában már megy. Vagy mindenkinek legyen egy szignálja. Igen. Te is csinálsz egyet, Anna, és akkor össze-vissza randomad. Én is, Feri is, mindenki azt mondja, hogy akar, csak legyen benne, hogy közlekedési híreinket hallották, hogy legyen eleje vége, de mindenki mond egy saját szignált. És akkor óránként, amit kell, azt leadj, akiét, random. Tied, Annáét, Feriét, Zsülét, mindegy. Na várjál, akkor mondjuk közlekedését, figyelj.
Közlekedési hírek. Nem hiszem el. Mennyire jó. M4-es Szolnok felé Pest, Péteri kihajtó előtt baleset, csak a belső sáv járható. Köszönjük szépen. Árpád hídon, jól megy a forgalom az M1-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán egy személyautó szalakorlátnak ütközött. Köszönjük szépen. Közlekedési híreket hallottak. Jézus Isten. Nagyon jó. Nagyon jó, köszönjük szépen. Oké, időjárásunk közben. Nagyszerű. Nagyon jó. Az időjárás jelentést támogatja a netrisk.hu, a piacvezető biztosítási portál. Ma dől el, hogy lesz-e Balaton átevezés. Lesz, hát persze. Ja, nem biztos, hogy ez a hidegfront, ez most egy kicsit erősebb, lesz, mint amit mondanak. Igen, eső szél 36-ról 26-ra, tehát az egy nagy lehűlés, úgyhogy lehet, hogy az... Ugrik. Viszi. Ugrik a... Hát ugrik a 26 az nem rossz. Hát, még hőmérsékletben ott a szél, ami... Igen, a szél meg az eső az, ami nem olyan jó. De víz legalább még van, tehát hogy nem amiatt marad el, hogyha... Hogy leérnek a szkegek, alul. És kiemelik magukat az evezőben. Húzod magad a talajon. Igen, és miért? Lehet azt vagy csinálni. Leszállsz és tolod, ahol leír. Lesz a Velencei tómeder átfutás? Lesz lassan, lesz. Van még egy kicsi vízünk, de már térdig. Istenem, kínunkba rögünk. Valamit ki kell találni. Jó, hát a kvadverseny, szlalomverseny, gyorsulási verseny, iszap birkózás, csomó mindent lehet azért ott csinálni. A hal csontvászkereső verseny. Igen, tényleg. Találd meg a pontyot. Igen, a legnagyobb csontvázat a tóban. Igen. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Stáke Tarjani Emília vagyok, Németországból. Sziasztok! Emília, hello! Emília, kiskezi csokolom, kiskegyednek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Hívjatok Emikének, az jobb lenne. Emike, drágám! Volt egy magyar tanárom általános iskolában, úgy hívták Emi néni. És nagyon szeretted. Emi néni. Nagyon szerettem. Jó, szigorú Isten. Volt, kemény volt, de nagyon jó kis magyar tanár volt. Ott megtanultad a nem tudom mit. Így van. De nagyon vicces, mert eredetileg tanítónő vagyok, tehát a szakmám. De nem az én tanárom voltál annak. Nem. Picit fiatalabb vagyok nálad. Aztán Emi néni összejött a Matrix egyik sztárjával, és ebből lett itt az Emi Neo a földszint. És mit csinálsz kint, Emi? Hát én egy srác miatt jöttem ki Németországból annak idején, szerelem, de el is váltunk azóta. Ez egy szomorú történet, aki Stefán. Nem. Nem mondom ki a nevét, Mihály magyarul. Mihály magyarul? Igen. Németül, Michelin. De most van egy párom, akivel boldogabb vagyok. Nikolásznak hívják. Nem, Nikolász. A kis Nikolász. A kis Nikolász. Igen. Aha. Igen. Na jó, még azon meglepődtem, hogy fiatalabb vagy nálam, a hangod alapján nem tűnsz annak. Mert koronás vagyok, lehet azért most ilyen. Ja, Teszek egy maszkot a mikrofonra. Tegyétek arrébb, mert borzasztóan feltőző, de azt is tudom, hogy honnan kaptam el. Hát Nikolásztól, nem? Igen. Nem, karate vizsgám volt múlt héten, zöldöves lettem, és ott nem hordtam maszkot a vizsga alatt, és valamelyik csoporttársam. Szerintem hordozó. Nem kell megnyalni a deszkát, mielőtt eltöröd. Így van. Nem, csak közel álltunk egymáshoz, miután lezalott a vizsga, és mellettem volt jobbra-balra a csoporttársaim, balra a fehérövesek, mellettem meg a ugye mi narancssárgák, és már éreztem, hogy valami nem lesz kóser, valaki át fogja adni nekem ezt a nyomorúságot. Nem szabad 5 centiről belülülteni a másik arca, vagy kiai. Ó, és tudja. Micsoda. Elkötelezi, hogy csak nehogy Emi nemet mondjon. Laci, küldte. Köszönjük szépen. Janival játszaná. Janival, igen. Nekem már olyan mindegy. Már, de egyébként neked nem. Mert sajnos én úgyis. Hát most még azért harcolhatod 15 000 vagy 25 000. Ebből a szempontból nem mindegy. Az még nem mindegy, mert még vagy második, vagy harmadik ott vagy. Van egy tehát, vastag 10-es. Igen, döngöld bele, mit a betonba, mert akkor azért felugrasz a 40%-ról. Nagy a tét. Hát,
Nekünk igen. Jó, oké. Igen, nekünk nagy, itt játék szempontjából már nem, itt a srácok a második, harmadik helyért küzdenek. Becsülettel teszik mindezt. Tisztes helytállás. Tisztes helytállás. Jó, lehet, hogy el fogok vérezni, másfél órát aludtam, nem tudom. Szerintem biztos. Nem baj. De valamod alapján biztos, de ne törődj vele, de itt vagy, és legalább megpróbálod, ez a lényeg. Jó, megpróbálom, oké. Jó, próbálj ébren maradni, jó, és ne legyél passzív. Miért aludtál ilyen keveset? Nikolász nagyon sokat bújt, vagy nem hagyott? Vagy a kis Nikolász nagyon be volt indulva a kis Nikolász? Igen, Nikolász. Nem, ő most rosszabbul van, mint én. Ő most belázasodott. Ne. Jézus már, ez egész családot odaverte a Covid. De majd rendben lesz minden. Mind a hárman be vagyunk, mind a hárman hülyeséget beszélek, mind a ketten be vagyunk oltva háromszor, és úgyhogy... Háromszor? Ti semmit nem biztok a életemre. Le akarod. Nem, sőt. Jön a negyedik is. Marhára megérte, jó, mindegy. Vagy a házi orvosodnak aranyhal memóriája van? Igen. Beadtam már? Na, gyere még egy. Na jó, de most azért egy negyedik boosterrel azért rátoltok a háromra, nem? Anyukám, megyünk haza Magyarországra, Szekszerdre, és anyukám tegnap előtt beoltatta magát a negyedikkel. Az igen, biztosra megy. Ma olyan, mint a szita. Tette, most hozott haza a Covidot, ide ne gyere vele. Maradjál ott, a németeket fertőzni. Van elég bajunk. Tudjátok, mi az lesz, az első Budapesten megállok, és rátok rúgom az ajtót egy jó mavas igerivel. Azt a egy ölelésért. Nehogy aztán kapjál melkasodba egy kekumit gyorsan, Janitól, mert akkor érted utána meg. Egy válasz kell, hogy mindig beleszeled. Nehogy egy ásibarája leküldjenek a földre. Mégis jó. Ne. Jól van. Menjünk, mert covidos vagy, sose lehet tudni, mi lesz veled egy pár perc múlva, úgyhogy komolyan fordul a dolog, 10 perc múlva már lélegeztetőn vagy, úgyhogy akkor inkább kezdjünk el gyorsan. Nagyon fontos, hogyha most rácsörögnek, akkor még gyorsan mondd el, hogy miket hallgatsz, jó, mert akkor már még a következő vetés is benne vagy, de. Igen. Egyedül a Nikolász hallgatja. Ó, a kis Nikolász bent fekszik egy hőmérővel a szájába, spritznivel a fején. Bocsánat. Oké. Na, indítjuk az órát akkor, jó? Renditek. Azt mondja, hogy 3-2-1 és tessék. Na, itt vagy, Emi? Emi? Itt vagyok, hallak. Jaj, te jó. Nikolász is karatézik? Semmiképp se. Miért? Mit csinál? Trailrunningezik, meg... Micsoda? Trailrunning. Trail. Az mi? Igen. Jó van, köszönjük szépen. Amikor... Igen. Emi, 3 igen mondtál. Ki mondtam? És oltásod is van. Úgy elvéreztem, mint a húzat. Hány másodpercig bírtam? Ne akart tudni. Nem érdekes. Ezt inkább hagyjuk. Nem írjuk ki sehova. Nem fog feldobni. Megmondjuk őszintén, erre számítottunk. Tényleg? Köszi. De nekem az volt a legjobb az egészben, hogy hallottalak titeket. Jó neked. Közben összeáll terepfutó a barátod. Nem igazából terepfutó, csak ez a hobbija, ja, mert mi az Ágai Alpokban élünk, és itt nagyon jó lehetőség van a hegyi futásra. Az jó. Meg az ilyen hegyi sportokra. Igen. A kis Nikolász ott rója a hegyeket. Trail running, csak úgy nem, hogy trail running. Trail running. You know? Oké, figyelj, akkor ajándékcsomag nincs, Covid van, úgyhogy... Igen, meghallottalak titeket, nekem az az ajándék. Ha láttad, nagyon szépen. Olyan mondom. Aranyos vagy. A kis Nikolásznak jobbulást kívánunk. Így van. Neked is. Köszönöm szépen, nektek szép napot, és maradjatok egész végetek. Jó, vigyázz magadra. Jó van. És a mamát is puszíjuk, jó? Ó, annak nagyon fog örülni. Köszi szépen. A szexátot. Igen, ha hazaérsz. Jó, és jobb ulás neki is. Köszi szépen. Sziasztok, szép napot. Hello. Ciao. Na gyerek, akkor egy gyors statisztika, Jani javult egy határozottat ezzel. Igen. Fölugrottál 40%-ról 50-re. Öcsém, de nem, jó, ezzel, hát azért az... Ezzel viszont fizetős helyen egyet előre léptél. Ezzel most spóroltam egy 10-est. Spóroltál egy 10-est. Ez most 10 000-be került és neked micsoda, ez a játék. És micsoda játék. Ha futázol, akkor fut vége. Micsoda ellenfél. Igen. Miért, ha most elején jönnek az ilyen ellenfélek? Milyen gólzáporos mérkőzés.
Végre kaptál egy olyat, mint mi, a Balázs szokott. Micsoda helyzet kihasználás. Így van, felsétáltottad, amire is elbotlott az ővében. Izzadtál. Tehát, hogy izzadtál. Feri 33%-a leszánkózott az utolsó helyre, 50%-a Jani fizetős helyen van, de már nem 25, csak 15, és 75%-on vagyok jelen pillanatban. Valószínűleg ez már a végkimenetele a júliusnak. Egyébként, úgyhogy most már lassan nézzük majd egy havi összesítést, hogy hogy állunk. Tehát, hogy hány hónap a Feri, hány hónap a Jani, hány hónap a Bali. 75%, ez már nem nagyon változhat, illetve holnap még lejjebb csúszhat, de a fizetős helyeket kiosztották. Úgyhogy átutalás, csekk, készpénz. Majd csúszadik a környék. Milliárd, millpengő, drakma, shilling, márka, bármi, minden jó. Bármi. Jó, oké, okay, jó. Jó, shilling, márka, minden megoldok, váltok, okosba, drakma, jó. Minden jó. Pont tegnap találtam pár kunát. Esetleg kiürített Kasucsi farberban. Jött néhány horvát kuna, pulai kirándulásod után. Kicsit indigó színe van, mert hamis kaszucsi volt, ereszti a színét, de átveszik. Jöhet minden, még. Megoldjuk, leváltjuk, jó? Lej, leva, dína. 20 liter gázolaj. 20 liter érdekek, gázolaj, 30 a... liter AdBlue, mindennel van megvehető vagyok. Van Izmail a keleti mellett, mindenben segít. Váltsa, váltsa, abszolút. Tehát a svéd koronába is adhatjátok, jó? Nincsen, minden, mindent leváltunk. Mindent leváltunk. Gyerekek, hát hihetetlen, hogy mindig valaki fizet valakinek, ami azt jelenti, hogy mindig hónap vége van. Hogy megint elmegy, megint elmegy. Pedig a július hosszú szokott lenni, 31 napos, hosszú, meleg, nyári napok. Igen, amikor nyarasz, tudod? Úgy átszaladt rajtunk, mint egy cifrafosás, nem? Így van. De most tényleg. De a szaga jobb. Igen, azért a július illatok azok mindenféleképpen jobbak. Oké, gyerekek, várjuk meg a hónapot. Nem kell, ne látom, nem adhatok nagyon a zsebetekbe. Jó, 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 igazatok van. Jó, én azt hittem, hogy megindulnak a kezek a zsebek felé, de mégis még nincs hónap vége, igazatok van. Ne legyek telhetetlen. Úgy indul meg, amilyen, ahogy a tiéd szokott hónap végig. Janinak van 10 nap hátránya, illetve előnye. Tehát, ha ő augusztus közepén fizet, még akkor se érheti szó a ház elejét. Mert hogy kicsit megcsúsztam bele a múlt hónapban. Szerintem az jó lesz, hát még valami. Valami benéz, valami kis, mit tudom én, női foci, vagy ilyesmi, egy jó utca. Ja, egy jó fogadással. Hát most tegnap a Fradin azért aztán, ezen hozhattad volna, mert teszed. Ez a baj. Aztán járkálsz a naphoz, amiatt is. De csak ne fogadgassál, jó? Nyugi. Igen. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? 3 perc, pontosan 7 óra. Közlekedéséreket várunk, csak hogy meghallgathassuk Zsülci szignáját. Ha van, küldjetek, Zseni. Mi pedig jövünk rögtön a hírek után. Az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után 7 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk hello. Mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Azt nézem, hogy mi jött már, ami ugye a közlekedést illeti. Szignált neki. Azt mindenképpen. Közlekedési hírek. M5 Szeged felé a 97-es kilométernél baleset, 5 autó ütközött, egy sáv járható, 7 kilométeres a dugó, azt a mindenségét neki. Szeged felé a 97-es kilométernél, lehet, hogy pályazár is lesz. Ja nem, egy sáv járható, viszont 7 kilométeres a dugó, úgyhogy vigyázzon mindenki. Budapesten az Árpád hídon már elvitték az autót, rendben van minden, és igen, nagy baleset, több kilométer. Méteres a sor az M5-ösön. Köszönjük szépen. Közlekedési híreket hallottak. Nagyon gyönyörű, ez parádés. Ezt még azért is szokni kell ebben a formában. De közszolgálat. Nagyon jó. Igen, igen. Ilyet már talán a Kossuth Rádión sem hallasz. Jézusom. Pedig 5-től 6-ig ott nagy műsorok vannak. Egy... Ugye? Hogy na, hogy megszeretted, látod? Figyelj, kézzed, hogy 5 órától 6 óraig ezt hallgatom, a torma felvásárlási ára, öntözési rendszere. Horgászpercek vannak. Horgászpercek. Fontos tudósítások. Asszálytudósítás, torma termelők, paprika és paradicsom termelők vegyszermentesen jéha. Szólalnak lesz meg. Lesz egy dindinyénk. Felfoghatatlanul jó. Agrárpercek, azt hiszem talán ez, 5-től 6-ig, és meghallgathatod, hogy mi a helyzet az agráriumban. Döbbenetes. Egy négyzetméteren mennyi liter víz kell a tormának, hány százaléka emelkedik a torma ára idén. Na. Learatták a mákot, ma reggeli hír. Igen? Mák, igen, és na nagyon jó. Szép máktermés van. Igen, mert annak nem kell nagyon víz, nem kell víz. Nem vízigényes, úgyhogy lesz ópiumunk. A mákunk, mákos tisztánk bőven. Lesz, igen. Jó, dolgozunk még ma ezen a szignálon, jó? Összerakjuk azért ezt a dolgot, hogy ki mondjon nekünk, és hogy mondja ezt a szignált. Baleset a Váci út, Dózsa György út előtt busz személyautó találkozó. Ja, de várj, ez így nem jó. Tehát ez így viszont nem számít bele. Ez nem számít bele. Add be, Zsülci, add be. Tedd már nekem ez jingle palettára, és én gyorsabban tudom adni mindig, mint hogy ezt te bead. Jó, figyelj. Közlekedési hírek. Baleset a Váci út, Dózsa György út.
pusztító. Győr előtt busz személyautó találkozott a centrum irányába. Szép napot, köszönjük szépen. Kicsi híreket hallottak. Szeriális. Annak ide a Pesti Barabás Élményszépről szakközépiskola és szakmunkásképző intézet iskola rádiójában voltak a Kossuth. Körülbelül igen, ez most az a szinti. És akkor is szerettem. Hajnaltáj, ez a neve a Kossuthon, köszönjük szépen. Hajnaltáj, figyelj. Hajnaltáj. Csodát hallasz. Tehát torma termelők nyilatkoztak, hogy mennyit kell öntözni a tormát, micsoda a száj van, és a torma nagyon vízigényes. Mire az elejét megöntözöd, már öntözheted újra, és ezért 500-ról, aztán 600-ra vagy 700-ra megy a kilója, a tormának. Drága lesz a húsvét. Így van, és jövőre is lesz húsvét, ne felejtsük el áprilisban. Így van, hogy hamisítják a makói hagymát, hogy amire ki van írva, hogy makói, nem tudom, aranygömb, vagy nem tudom, milyenek a pontos neve, az 50 vagy 40-50 százalékban lehet, hogy kínai, hogy nincs ennyi makói hagyma, mint ahogy mindenhol, minden zöldségesnél, minden hagyma makói. Kínából jön a hamis makói hagyma, egészen durva dolgokat tudsz meg. Úgyhogy jó, én bírom. Kicsit ilyen retro. Elmondják a hírszerkesztő nevét, a szerkesztő nevét, a gyártásvezető nevét a műsor végén. Egészen fantasztikus kis időutazás. Kis cica féregtelenítés is van. Az is van. Az van. Az van egy állatot. Ezt még nem hallottam. Azt Móni hallgatni fogja, ő szereti ezeket a témákat. Na, megüzenem Móninak, hogy ez mikor van. Én az olyan 10-15 körül van. Akkor ül a kocsiban. Egy pár percet húz még rá, ha meghallgatod azt is. Kis cicaféle. Hullancstalanítás. Szerintem akkor biztos benne van az is. Biztos, hogy van. Persze. Biztos, hogy van. Biztos, hogy van benne. Így van. Tabletát használjunk, ahogy inkább. Cicák, minden. Itatása, etetése. Igen, nagyon fontos. Szőrhullatás. Mit adjunk a sünének. És ugye úgy van, hogy ne adjunk a betelefonálhat a hallgató. Vagy vizet így a sün. Üzenet rögzítőre a hallgató elmondhatja, hogy mi a kérdés a sünitatással kapcsolatosan. Tehát ott te föl tudod mondani, hogy kedves Kossuth Rádió, Vadon János vagyok, és érdeklődik, hogy a kertünkben lévő sünök itatásával mi a különbség a kabóca és a szöcske hang között? Például ez. Felismersz-e egy bodobácsot? Ilyeneket is lehet kérdezni, és akkor a doktor úr elmondja. Meghallgattam még az erdélyi tüzeket, a juhok kimentését, igen, a lángoló erdőket Erdélyben és Romániában vagy más területeken. Meghallgattam még horvát erdőtüzekről egy összeállítást, baromfimentést, és jó ízesen, ahogy beszéltek, olyan jó volt ezt így hallani, nagyon klassz volt. Ugye a székelyföldiek a jó volt hallani, és a végén egy cukkin is lecsóra esett. Így van, hogy hogy mentették az állatokat, és hogy milyen település csatlakozott be az oltásba. Szóval tényleg, fantasztikus, mint egy 100 évet visszarepülnél az időbe. De van egy ilyen nagyon kedves bája, hogy egy ilyen, ott ragadsz. Ez a klasszikus régi rádiózás. És rájössz, hogy egyébként se a 24 pontú, se az Indexen, se a Hírtelexen nem olvasol ilyen jellegű híreket, de amikor 5 percben egy torma termelő neked elmondja, hogy micsoda küzdés az, hogy de egyébként a húsvéti sonka az így letekerd a tormás üveget és egyél tormát, ezek meghalnak a földeken, hogy ott torma legyen. És úgy rájössz, hogy valahogy semmit nem tudunk az elén kerülő ételek feldolgozásáról, készítéséről, készüléséről, és 5 percben a torma termelő kicsit síró hangon elmondja, hogy az asszály az annyira odavert nekik, és annyit kell öntözni a tormát, hogy brutális áremelkedés lesz, mert vízben kell, hogy álljon a torma. Érted? Másképp sír. Te csak úgy bemész, és csak úgy leveszed, és azt mondod, hogy ide nekem a tormát, és úgy kéztényként kezed, hogy van torma a boltokon. De közben ezek meghalnak a földeken, hogy érted, neked igen, legyen torma. És küzdenek, és néznek az égre, hogy adjál esőt, uram, mert elszáll a torma termés. Nem lesz. Hát milyen gyönyörű ez, nem? Hát és akkor még mi a helyzet a dinnye termesztőkkel, ahol aztán meg végképp kell. Iszonyat mennyiségű víz kell hozzá. Most tegyél, mert még 2 hét az hello. Jó. Nem legyen szereted így a dinnyét? Vagy tegnap mondta pont a földvári nem dinnyárus. Szereted? De, miért nem mondtam, hogy nem. Nem, csak úgy nem. Azt hittem, hogy mondod, hogy... Ja, jó! Ez az! Ja, na, akkor jó! Na. Akkor veszem! Hát akkor most már szereted? Most két megszólás között kimegyek, és ez... Egy jó díj! Jó, most lemegyek, veszek dinnyét. Tegnap a kis kedves dinnyárosomtól kaptam olyan dinnyét, de nem sárga dinnyét, görög dinnyét, de sárga belül. Ettetek már? Persze, hát az... Még nem! 50 éve van! Meg ennél? De nagyon ennél! Hozzak neked volna? Most hozzá most! Hazamegyek most, és hozzam 10-re. Hazam tudsz szaladni, és hozni nekem sárga belül dinnyét? Ennétek? Én igen. Hozzak holnap? Be, hol most? Hol?
Holnap. Na most már elhiszi, hogy lehet, hogy dinnyefogyasztó vagy. Nem most két megszaros között lemegyek itt a közébe, és hogyha van dinnye, megveszem. Ne itt. Én hozok nektek. Hozok nektek. Van egy fél, kaptam ajándékban. Gondoljátok, én nem kóstoltam még soha, és elmondta a dinnyáros, hogy előbb véget ér a dinnye szezon. Valamiért. Hát mert nincs víz, azért. Talán ez lehetett az indok, de nem tudom, mert már a pénztárcámban kutattam, mert olyan összeget mondott, hogy... Ennyi? De nem, te nagyon cuk egy őrületesen jó, ők úgy árulják a dinnyét, hogy ott laknak a dinnyepult mögött egy kis kocsiban, átjárnak a kempingbe fürdeni, és az unokái vannak a hirdetésen, hogy eszi a gyerek a dinnyét, az az ő unokája, ezt is megtudtam tegnap. Igazi őstermelők. És hozzád járnak át fürdeni? Nem, én kempingben lakom. Nem, a földváron van a dinnyárus, a dinnyárus pult mögött van egy kis lakókocsi, és igen, a dinnyárussal szemben lévő kempingbe járnak zuhanyozni. Ja, értve, ők nem leköltöznek földvára, és ott laknak két hónapig egy kis lakókocsiban, és megtudtam, hogy korábban ér véget a dinnyetermés, mivel permetezik a dinnyét, hogy ilyen édes, és egyébként mit kell tudni, horrontja el a többi dinnyetermelő, és hogy miért nem egyforma a magyar dinnye. Olyanok, figyelj, nagyon nagy dumában vagyunk ottan. És mag nélküli a sárga belű? Nekem mindegy. Most már elhiszem, hogy szereted a dinnyét. Nem, azt hiszem, hogy van benne mag. Van benne mag. És csíkos vagy sima zöld? Szivatsz, nem? Mondta, hogy nem tudom, fingom nincs. Hát van a zöld héjú, meg a csíkos héjú. De egyszer csak valaki azt mondta, hogy te figyelj, Józsi, 100 éve. Miért piros ez a dinnye? Mert így termesztettük. Csináljunk már egy olyat, aminek zöld a külseje, sárga belső. Így van. Jó pistukám legyen. Biztos, és azóta azt kereszteztek valamit, és akkor lett a zöld héjú piros belű. Így van. Aztán lett a zöld héjú sárga belű, mert untuk a pirosat. Aztán mennyivel jobb nélküli? Mennyivel jobb a sárga? Nem tudom, mennyivel jobb. Te melyiket szereted jobban? Én a sárgát nagyon szeretem. Is. És a zöldet? Azt még jobban. De az a héja? Na, akkor nem. Figyelj, én jó, holnap hozok. A klasszik tudom, hogy úgy zöld héjút piros béllel, de az, hogy abból most kitermesztettek vagy egy olyat, hogy nincs benne mag, az is megint egy úri huncutság, nem? Tehát, hogy mert panaszkodtak, hogy köpködni kell a igen magot. Ha valakinek eszébe jutott, hogy sokkal többet el lehet. Összállapeletbe is egy szarod ki. Vagy mi? Mert ilyeneket ma nekem ilyeneket mondtak. Én szerintem ez lehetett egyébként, hogy beleáll a vastag beledbe a mag, és akkor az borzasztó dolgot okoz, de szerintem egy csomóan. Ne, összállapeletbe. Egy csomóan nem ettek dinnyét, akár gyerekek felnőttek, mert nem volt benne mag. És akkor valaki kitenyésztette azt a fajtát, hogy nem mag nélkül. Volt benne mag, bocsánat. Te is jobban szereted a szélét, ahol kevés a mag. Én mindegyiket szeretem. De amúgy hogy a szőlőnél. Kézzel, szájjal. De ne, hogy vágjátok? Kanállal vagy késsel? Elviszel egy fél dinnyét. Igen. Elviszel egy fél dinnyét, tessék. Ki, hogy eszi a dinnyét? Veszel egy fél dinnyét, ezt így berakod a hűtőbe. Teszel rá egy folpakot, nem. Kiveszed a dinnyét, van előtted egy fél dinnyét. Van. Igen. Hogy eszed a dinnyét? Hogy vágod? Hosszában ketté vágom. Igen. Akkor lesz ugye ilyen háromszög alakú. Igen, két-háromszög alakú. Hosszában, igen. Keleszbe vágom. Igen. Akkor fogom a negyed. Ennek a félnek a negyedét. Így van. Szépen elkezdem keresztbe vágni, aztán hosszában elvágom, és még így is elvágom, és akkor szétesik ilyen kockákra, amit beleöntök egy tálba. Tök máshogy eszem. Fogom a fél dinnyét, élére állítom, mint egy kenyeret. És felezed elő. Nem mit felezem csinálsz? El. Levágom a serszli részét, élét, tehát élére állítok, van egy fél dinnyét. Ezt így élére állítod, kapaszkodó félkéz, hogy ne dőljön föl, mert ugye nagyon vékony az élen. Szinte lehetetlen élére állítani. Levágom a serszli részét, és utána nagy vastag kenyér jellegű szeleteket vágok. Szeletekbe eszitek. És szeletekbe eszitek. Te hogy eszed a dinnyét? Hát szájjal. Oké. De hogy vágod fel a dinnyét? Van egy fél dinnyét. Én általában mindig két oldalról szelek, mindig egy-egy szeletet. Tehát akkor te levágod a serszli részét, te is? Tehát gyakorlatilag, hogyha van egy ilyen fél dinnyém, akkor először az egyik oldaláról leveszek egy szeletet, akkor egy kicsit ilyen fél oldalassá válik, és akkor utána... De hosszába szeded le a szeletet? Hosszába, persze, te is hosszába szeded. Hosszába, így van a fél dinnyém, először mondom, lesz egy szelet, akkor a következőn megfordítom, megint kétszer, nem vágom így középen ketté. Tehát nincs az élére állt, amit a kalácsot és elvágom. Nincs és aztán pedig szépen ugye hosszába az egészet teljesen, majdnem teljesen végigvágom, hagyok egy 2 centi itt a végén azért, hogy benne maradjon a szelet, és ne az legyen, hogy végigvágom, és lecsúszik az ölembe tévénézés közben, hanem majdnem teljesen végigvágom, hagyok egy 5 centit, ahol kapaszkodik. De vártam a héjából vágod. Persze, héjából vágod. Utána pedig szépen kis kockákat vágok. Szélén kezded enni, és a jobbat hagyod hátra, vagy a jobbal kezded középen, és aztán mész a széle és az alja felé.
Nekem a széle a jobb, kevesebb a mag. Neked Jós, a belseje? Jós, van egy fél dinnye, és elkezdi a tetejét kanállal. A lányom. Én is. Ha látom, hogy a család már nem lövő a dinnyére, akkor közepe kanál. Így van, és mindig mondom neki, hogy baba, csak hagyd ott a pulton, amit te szerinted már megettél. Tehát amit te szerinted család már megettél. Az, jól lakik. És aztán én abból csinálok smoothie-t, mert hogy benne hagy egyébként kb. Egy ilyen 25 dekát. Ezek fontos dolgok egyébként. Tehát, ugye, tehát hogy vágod a dinnyét például? Hogy eszed? Ebből kiderül, hogy milyen típusú precíz, életigenlő, kevésbé, kicsit szorongó, hátulról levő, együk meg a rosszat, az a biztos, igen, azzal lakjunk jól, aztán még kívánjuk aztán a jót, akkor együk meg azt is, de először a rossz fogjon el. Tehát ezek Feri fontos. Feri mondott valamelyik nap egy nagyon jót, fel is kaptam a fejem. Amikor, azt is. Azt is, de az nem volt jó. Hagyjam. Vicc is humor, volt, csak az humor, nem volt. A turmixosat azt mond el, mert azt nem, pont nem hallom. Most már nem mondja, mert megsértődött. Most már nem mondom. Most már megbántottam őt is. Egyébként nincs is benne, hogy egy... Ne, egyébként kit érdekel, hogy mondom. Nem, egyébként tényleg jót mondott. Kivágod, egész dinnyét vegyél. Nagyon imádni fogják a srácok. Egész dinnye, meglékeled, kiveszed a léket. Fogsz egy kézi turmixgépet, aminek tudod, ilyen két, hogy hívjákja van össze, dolgozó cucca, de igen, csak az egyiket rakod bele. Igen. És az bedugod a lukba, belül az egészet átturmixolod, és lesz egy, és kiöntöd a dinnyéből. Ha haveroknak csinálod, akkor odaöntöd a vodkát is. Uh-huh. Dinnyés vodka. Zseniális. Belerak, meglékelem a dinnyét, meglékelem a dinnyét, bent összekeverem egy robot turmixsal, egy ilyen turmix karral, vagy egy ilyen egynyelűvel, egyfejűvel, és az egyiket rakom az be. Az egyiket teszed bele, igen. Tehát az, ahogy érek el a dinnye végébe, elfordul, és az ott összekever. Hát így mozgatod szépen. És utána? És utána kiöntött poharakba, és lehet inni. Dinnye smuts, és vagy, tök jó néz ki. Vagy ahogy mondta, de jó, azt szerintem zseniális, hogy tényleg egy nagyon pici, hát nagyon pici, akinek van a pici. Sok alkoholt belőtte, kicsit összerázod, és aztán pedig ez a dinnyés alkoholos. Fú, és mi van akkor, ha párszor focizom a dinnyével a gyerekkel, vagy ledobom, ugyanez történik? Hogy ne törjön szét, nem. Akkor széttörik. Akkor széttörik, szétreped. Aha. Az nem annyira jó. De ez, okay. ez nagyon-nagyon jól hangzik, ez a sztori. Jó, oké, meg köszönöm, körbejártuk a dinnyét. Így van. Körbejártuk a dinnyét. Jól van, gyerekek. Na, képzeljétek el, életre szóló élményt okoz és életre szóló étkezést ajánl az amerikai Subway. Tudjátok, ez a pakolós, magadnak pakoltatsz a szendvicsbe, és a végén kapsz egy monstrumot. Egy indoklatlanul, ehetetlenül nagy és egy óriási küzdelmek árán betömött. Egy szendvicset, ugye azt mondja az amerikai Subway, hogy aki magára tetováltatja az új termékük logóját 30x30 cm-es méretben, az élete végéig szóló ingyen ebédet kap. De ehhez be kell vállalnod egy Subway tetoválást, ami 30x30-as kell, hogy legyen, ami azért az nem kicsi. Az egész hátas. Ingyen ehetsz a Subway-ben. Csuklóra, bicepsre vagy lábfajra felvart 7x75-ös logóért egy évig, lapockára, alkarra vagy vádlira felvart 5x5-ös tetkóért pedig egy hónapig lehet ingyen ebédelni a Subway-ben. Tehát ahogy megy össze a méret, úgy megy az életed végéig, egy évig vagy egy hónapig. 30x30-as, 7x7-es és 5x5-ös Subway logó. Ezt bemutatod, nyilván tudják, hogy mikor tetováltattad, azt nem tudom, honnan tudják, tesznek mellé egy dátumot, és egy évig, egy hétig vagy egy hónapig ehetsz ingyen a Subway-ben. A szomszédunknak van tetováló szalonja, úgyhogy hol este átmegyek, és megkérdezem Gyurit, hogy Gyuri, nézzük meg ezt a tetoválást, mit tudunk ebből. És a Subway a feliratot kell magát fölnyomni? Magát a logót, vagy a Subway feliratot, itt több alternatíva. Most azon kezdtem gondolkozni, hogyha teljesen őszintén magunkban nézünk, van-e olyan márka, brand, szolgáltatás, MVM Next, földgáz, áram. Amit a resítségtentés véget fölvaratnál. Elmű, E.ON. Írjátok ezeket. Amit felvarratnál magadra úgy, hogy életed végéig azt a szolgáltatást te igénybe veheted. Ami nem irracionális, tehát nem azt varratom, hogy Ferrari, ja, nem fontos, tudom. Hogy szolgáltatás legyen. Én azt hiszem, hogy igen, tehát nem azt varratnám, hogy Maybach, és akkor nem tudom, használhatok egy Mercedes. Hát csak majd nem a Gucci-t. Igen, tehát van-e olyan dolog, amit ha magad el tudnád viselni magadon úgy, hogy közben szereted annyira a terméket, vagy nem is kell a terméket szeretned, hanem egyszerűen megérné neked, mert
annyi pénzt áldozol rá, vagy olyan sokba kerül otthon, vagy egyszerűen csak annyira szereted, hogy felrakatod magadra, és ingyen életed végéig használtad. Mit rakatnátok föl? Egyáltalán felrakatnátok-e valamit? Bármi, de ez bármi lehet, ez szolgáltatás, termék, brand. Ja, termék is lehet. Bármi. Tehát azt mondod, hogy Nutella, akkor Nutella, és életed végéig kapsz egy hónapban három üveg Nutellát. Ha, az pont te vagy. Az én vagy. Az én világom. Igen, az te vagy. Az DMG. Az csak ennyit kéne magadra tetováltatni. Igen. Igen. Az mit jelent? Ja. Igen, dinnye és... és Gabi fogkrém. Dinnye és Gabi fogkrém. Van-e olyan, bármi? Tehát ha azt mondod, hogy Ryanair, akkor életed végéig repülsz a rendet, de van egy ocsmány ronda Ryanair logó a lapockádon. Lekevetkezzen a strandon. Tehát ne csak az előnyeit nézzük, nézzük meg, hogy realitása van-e igen. annak, hogy egy Wizz Air logóval a homlokodon ingyen utazol Thessalonikibe. Hm? Aha. Na? És hogy hova tennéd? Ez fontos. Látszó helyre kell tenni. Tehát nem ám főrakom és eldugom, hanem karra, alkarra, várra, nyakra, tehát nem tüntetheted el. Nem, nem. A vízlogóit oldalt, Jani. Aha. Hát te nem vagy egy ilyen repülővel járos, az neked nem jön. Igen, most ne abból induljatok ki, hogy hogy lehetne ezt elkummantani, hanem tényleg feltetetsz egy terméket. Van-e az a termék, amit életed végéig, vagy szolgáltatás, amit felrakatnál használd? Van ilyen? Bármi. Pornhub extra előfizetés. Figyelj, nézd meg, hogy egy évben mennyibe kerül, nézd meg, hogy 30 év alatt mennyibe kerül. Itt milliós összegekről lehet szó, tehát hogy itt tényleg érdemes valami olyanban gondolkodni, és életed végéig ingyen kártya. Vagy ingyen ebéd, vagy ingyen szolgáltatás. Bár... Mennyi egy szendvics náluk? 2000 forint? 2000 ér, már kapsz egy nagy szendvicset. Mondjuk azt, hogy 2000 forint. Simán. Akkor egy hónapban az 60 ezer forint. Egy évben az mennyi életed? 120 ezer, 10 év alatt 7 millió kettő. 7 millió kettőig 10 évig, te 7 millió forint értékben eszel a Subway-ből. Szerintem nem egy rossz biznisz. Ez csak napi egyszeri kajálás? Ez napi egyszeri kaja. Hogy ebédet. De all inclusive, tehát abban benne van egy all inclusive kaja, pia, minden, csak rajtad van egy Subway tetkó. Van-e valami, amit fölök? Tényleg van-e valami, amit felrakadtátok? Ki van ilyen, aki? Amire tudod, hogy sokat költesz egy évben rá, megérné neked, ez lehet szolgáltatás is. Ha. Tehát azt mondod, hogy neked most, mint a Netflix előfizetésed sok, és már le kéne mondani, mert van még négy másik, felrakatnál egy 7x7-es Netflix logót, életed végéig prémium csomag a Netflixből. De ott van egy rohadt ocsmány Netflix logó a karodon. Az még csak nem is csúnya egyébként az embertőjük. Nagyon prosztó egy Netflix. Egy de nem, ki kell írni, hogy Netflix. Az egészet mind... Netflix. Tehát azért gondoljunk bele abba közben, hogy van egy Subway tetoválás a karodon, érted? Nem egy ugrópárduc, egy Harley Davidson, nem egy gyönyörű, nem tudom, non-figuratív, hanem az, hogy Subway. Érted? Tehát, hogy emellé azért be kell vállalnod egy csomó minden mást. Tessék, hát ne E.ON. MVM. Szerintem ezt most sokan fogják választani. Én benyelmi emellé már megvagyok. Így van. Már nincs tigáz a szem. Már nincs, már főgázos voltam, de aztán átmentem az MVM-et. Igen, tigáz már nincs. MVM Next, és akkor meg is vagyok. Fölrakadtál egy MVM Next-et, de ingyen van a rezsit. De egy nagy MVM Next-et kerek. Nem mondta, hogy tényleg lenne a karodon itt. Alkar. Mindenki ráncik. MVM Next. Te tovább. Nem biztos vagy ebben? Ingyen rezsiért? Megcsinálnád? Gondolj bele. Mi az most, hogy emelik, gondolj csak bele. Az MVM valaki, ennyire szarul megy. Mi az, hogy MVM? Mi lenne? Móni, Virág, Magdi, a feleségem, a lányom és a nővérem. Ó, nagyon jó, és mi a next? Hát ők a jövő. Ha tetszel, te leszel a következő. Igen. Ha te is bejössz akár, te neved is lehet. Még egy gyereket. Jó, oké, ki lehet magyarázni? Jó, az MVM-et ki lehet fölrakatnád? Ingyen rezsi. Azért az nem kevés egy évben. Már most lesz érted 150 ezer forint a rezsit havonta, ahogy nézegettük itt, ugye? De lenne egy MVM Next-et. Életem végig nem kell rezsit fizetnem? Életed végig simán fölrakatnám. Ugye MVM Next? Igen. Életem akkor már tigáz, végéig tudom, hogy már nincs. Elmű. Aha, de. És csak azt mondta, hogy ez elma lett volna, csak elmű. Elrontotta a tetoválás. Igazából elma lett volna, csak a hülye be volt rúgva. Elmű, nem, ez nem az elmű. Elmó, tudják, elmú. Kis aranyos, hiszen helyeske. Fölrakatnál egy MVM Next-et, le a kalappal. Én életem végéig nem kell fizetnem rezsit. Most az MVM Next-hez mit fizetünk? Áramot, villanyt, ugye? Igen. Oké. Jó, azért ne adjunk ezt, ne adjuk ezt ilyen könnyen. Ne adjuk ezt ilyen könnyen, mert erre nagyon gyorsan rámondtad. Fele rezsi mondjuk. Tehát levonják a felét az neked. Az nem. Csak az egész. Nem. Az egész? Várjál, menj most a merőszörös, most csak közön gondolkodom, hogy... Figyelj, az évi sok százezer forint. Agyalok egy kicsit az FKF-en, mert hogy a szemétszállítási díj is megugrott. Igen, de még gondolkozol a fővárosi csatornázási műveken, mert az is rohadt rá. De is a legtöbb. De csak FKF, vagy nem tudom, mit. Hát és soha több végtagja van. Mit tenni föl? Zsül, van valami, amit fölraknál? Bármi.
de ingyen használhatod. Gondolj bele, akármi, akármi lehet. Janinak van egy MVM Next-je. Adom. Életem. Egyelőre nálam te vesz. Gyakorlatilag semmi rezsit nem kell fizetnem, azért igen. A fél rezsért nem. De van egy nagyon pronyó tetoválásod. Egy borzasztóan pronyó tetoválásod. MVM Next. Annyi ember számára pronyó vagyok. Nem, de nem úgy, de maga a tetoválás. Azért ránéznél, fölkelnél reggel, hogy eladtam magam az MVM Next-et viszem. Zsülci? Mol. Üzemanyag. Így, ezt mondtam én is. Benyájér. Egy életed végéig ingyen üzemanyagkártya, és felrakadnád magadra, hogy mol. Gondolj mol. A tankcsapdára. Szinte már rajtuk van a tetoválás, érted? Szinte már rajtuk van a tetoválás. Oké, okay, hova, mit adjunk neki, hova kell rakni a mol? Homlok és színesbe. Egy zöld, piros, fehér logóval. Egy háromszöge logóval. És aztán Zsül, megérdem lett tankó ingyen. Adom, a sok. De mivel jársz, Citroennel? Igen. Hát én nem tudom, hogy 3 liter teszik százat. Hát de akkor venne még egyet. Én nagyon kedvem. Akkor tényleg venne egy Hammer, tudod. Akkor én még a másik örömmel felvaratom, hogy Shell. És akkor oda iratom meg, hogy Judit, és azt mondom, hogy elírtuk félben. Nagyon kedvelem egyébként. Kedvenc. Igen, nagy szerelmem. Nagyon imádom, csak elírtem. Csak véletlenül a hülyet tetós. Na írjatok, drága hallgatók, reális maradjon. Életed végéig, vagy akár egy évig lehet lealkudni, de akkor viszont egy kicsit lehet kisebb. Mit tetettétek föl, aminek használnátok, élveznétek az előnyeit? Termék, szolgáltatás, brand, márka, tök mindegy, jó? De magadra kell te továbbadni. Van-e ilyen? Azt is elfogadom valaki, hogy nincs. Micsoda? Év az mi? Hív! Ja, hív! Egy szépen hírek lát! Jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, időjárásunk. Nagyszerű, kiváló, csodálatos pár fok esés a hétvégén, és szél! Köszönjük szépen! Az időjárás jelentést a Häagen-Dazs jégkrémek forgalmazója, a Marézi Food Broker Kft. Támogatta. Häagen-Dazs úr. Nagyon jó, köszönjük szépen. Ugye arról beszélgettünk, hogy a Subway úgy döntött, hogy ha valaki feltetováltatja magára a Subway logót, akkor a mérettől függően ad ingyen ebédet. Életed végéig, egy hónapig, egy hétig, te választod meg, hogy 30x30, 7x7-es vagy 5,5x5,5 centis logót tetováltatsz magadra. És arról kezdtünk beszélgetni, szent meggyőződésem volt, hogy sokan nem vállalnának be tetoválást. Melyik cégnek, brandnek, márkának, szolgáltatásnak a logóját tennéd magadra, de nagyba? Tehát nem ellinkelve kicsibe, egész hátas. Hajlatba, tért hajlatba, nem tudom, egy OTP logó, tehát nem erről beszélünk, hanem egy nagy, igazán jól látható, alkaros, felkaros, arcos, nyakas, hátas logót kell. A terméket vagy a szolgáltatást. És hát megdöbbentő mennyiségű SMS. Tehát gyerekek, a Viberünk az lefagyott, igazából mindenki felrakadna magára. Máshogy gondolkodnak hallgatóink, de egészen sokoldalú és sokrétű a tetováltatás, de ha ez most beválna, akkor megtelnének a tetováló szalonok, nagyon sokan vállalnák. Én bevállalnék, Balázs. Te mit vállalnál? Tudod, mit vállalnék? Mit tetováltatnál? Balázs. Nem, Balázs. Nem. Mit tetováltatnál? Kata. Ezt magamra, és maradhatok a kata körbe. Kata azért kata. Nem rossz, a kata én azért nem rossz, mert a kata lehet a lányod, ha valaki elolvassa kata. A buszon, lehet neked a kata, lehet egy barátnőd, tehát egy nagy, egész felkaros, alkaros kata. Viszont életed végig maradsz a katában. Igen. Uh-huh. Nincs szarozás. Nem, válasz, nem inkább a NAV-ot. NAV, és de akkor ott. De az lehet, hogy ők változtatnak valami. Kata. Te de kata vagy. Kérdez, de akkor már mennyi biztos, hogy legyen egy Eva is. Eva. Igen, Eva. Kata és Eva. A hátadon egy Eva Kata. Echo. Eva Kata. Eva Kata, Echo, és akkor le vagy fedve. Tehát te választanád a Katát. Egy Star Wars logó és alatta Echo 1. Én innen már oda mennék. Én már varratnám. Egyelőre akkor van egy MVM Nextünk, ugye Jani azt mondta, hogy élete végig, de várj, a Jani jogos, nem adja olcsón, azt mondja, hogy élete végig full rezsi. Minden, semmi. Semmit ne kell. Nem jönnen számlák. A postás integet, szia Jani, csomag, semmi, már megyek is tovább. Számlák? Semmi. Kellemes napot, és ha nem találkoznánk, kellemes délutánt és kellemes hétvégét. Lenne, és láttad, hogy tovább megy. Lenne egy ilyen VIP bárkód, amit mindig leolvasnának az alkalomról. Igen. Köszönöm, Vanul úr! Szép napot! Önnek is! Viszontlátásra!
még három hűtőt bedugnál csak azért, hogy élvezhetjük igazából. Lenne egy külön borhűtőd, egy lábhűtőd, fűtött medence. Fűtött, mert minden, érted, leolvadna paks, de te pitt-pitt, ingyen emlélem. A szomszédtól, a kert szomszédtól mindenhonnan kábelek jönnének át. Nyolc légkondi. Vele pénzzel kérett. Nyolc légkondi nyitott ajtóval, érted, te mit csinálsz, aztán hűtöm az utcát. Nem hűtöm az utcát. MVM Next. Hűvös lenne a kertünk, mert fönt annyi légkábel lenne. Igen, érted, vigyázni kell arra, hogy a kábelek fölötted nehogy áthúzzanak, hogy megcsapjon a kertedbe az ipari áram, mert áthúz a kábel, ami a magas feszültségbe elmegy. Zsülnél van egy MOL logónk, igen, ingyen benyal, mondjuk nem nagyon húznád le a MOL-t a 3,5 litert fogyasztó Citroeneddel. Venni egy nagyobbat, 4,5 liter. Hova tegyük zsűre a MOL logót, azért kérjük meg az árát. Homlok? Homlok és színesbe. Homlok, színesbe. MOL logó, háromszög, bal arc. Jó? Oké, tehát azért ezt adjuk. Ne adjuk olcsón, legyen azért egy ilyen dilemma. Tehát bal arc háromszög, jó, piros fehér zöldászló, igen, felirat MOL. Várjál csak, hogy... De várjál, ez visszafele nekem a tükörben lom. Lom. Szerintre vele. Az nem biztos, hogy jó, ha lomot tetetsz föl, mert én azt úgy olvasom majd, hogy lom, de oké, legyen MOL. Ha a tükörbe olvasom. Annak kata. Figyelj, hogyha mellé rakunk, hogy valami, mit tudom én, valamilyen kis a hangjelet, akkor az, hogy MOL, onnantól kezdve, érted, mellé rakod, onnantól kezdve azt mondjuk zenész, zenész, igazi fanatik. C-MOL, D-MOL, ez nem a MOL, ez nem az üzemanyag, de a logó, nem, megmondod, hogy Bach rajongó vagy. A D-MOL szonátáit te imádod egyébként. És a másik oldalon egy harapott almát. Te, az is jó. Ez valami biopiac? Vagy a turkevei biopiacon ingyen szeretnél vásárolni? Alul a nyakán a Hitachi felirat, kicsit fura lesz. De... Igen, hátul Samsung elől. De miért tennél Apple logót magadra? Tehát azért, hogy kapj az kapj termékeket. Hát élete végéig kapja őket. Számítógépek, mm-hmm, telefonok, fülesek. Fülhallgató, aha, van minden. Zsűr, nagyjából úgy nézzél ki, mint egy, te egy élő szendvics ember lennél. Mindenhol. Állati a sonnás. Egy MOL logó egy harapott almával. Itt már senki nem látná, hogy te mi vagy. Melkasomon meg a víz. Víz? Hát a vize. Ja, vize. Ja, vize. De mindent ingyen akar. De várj, várj. Ez így most jól hangzik, hogy felraknám. De ott ülsz a tetováló szalomba, aki készül a homlokodra egy MOL logót feltetováltatni. A bal rózsa arcodba egy rohadt nagy MOL logót. És a mellkasodra egy baromi nagy vizer feliratot. Biztos, hogy felrakatnád, hogy irány Kopenhága. A Zsül még a hátára is a Citroën logót az új kocsijére. Tényleg? Felrakatnád? A bal arcodra egy MOL logót. Tényleg a homlokodra egy MOL feliratot? Inkább a lapockámra gondoltam. Na, ugye? Hát a strandra te úgyse jársz. Hogy azért az életed végéig ott van egy MOL felirat a homlokodon. Attól függ, hogy melyik strandra is, hogy mit adnak a tetoválásért cserélve. Tudod, milyen jól néz ki a vádlin egy Pascal felirat? Vagy egy dagály felirat. Vagy a mogyoródi hullámfürdő, érted? Lupa. Oké. De most miért alkaron a MOL, hát elférne tökre. Alkaron a MOL az egyébként. És egy év vizény. Én simán el tudom képzelni, annyi örültség van a világban, annyi örült tetováló van, hogy 100%-ig biztos vagyok benne, hogy van olyan, vagy lenne olyan ember, aki logokért cserébe gyakorlatilag null szaldóra hozná ki az egész életét, hogy soha semmilyen szolgáltatásért ne kelljen fizetnie, de simán bevállalja, hogy gyakorlatilag bárkinek a logóját feltetováltatja magára. Na, figyelj, igen, mutatok neked hallgatóról fotót, aki egész hátas koronita tetkót tetetett föl magának, a sör. És kapott valamit a koronitától. Azt azért a szar, ha nem is tud róla a koronita, és utána az két koronita, 1003. És ott van egy egész hátas koronita. De nézd meg, haver! De nézd meg, haver, nézd meg! Ha nagyon szép, na adjál 1003, mert gyorsan meg. Ha haverod is üzik egyet, akkor 2006. Tehát van ilyen, aki ezt ingyen is megcsinálja, vagy megcsináltatja. De van egy nagyon jó, ami Feri vett észre, valaki felrakatott a két melbimbójára egy plusz-minusz feliratot. Figyelj, ez obvious. Plusz-minusz felirat. Fölé a két melbimbó, és középre felírta a... Mindjárt mondom, mert átmásoltam. Jászakú. Jászakú. És a két melbimbó a két aksisarú, a plusz-minusz jel, és élete végig ingyen kapja az aksit.
Igen. Az jó, mert három évente kell kapnod egy aksit. Na, ezt mondom, hogy hány aksit fogyasztasz el? Három aksit elfogyasztasz, viszont életedre van egy jászakú felirat. Kamion, jászakú, nagy jó. Várjál, kamionos. Igen? Hát honnan tudjuk, hogy egy kamion aksi mennyi, érted? Lehet, hogy ez több százezer forint. Az biztos. Gyors. Azért az nagyon szar egyébként, a főrakatod, hogy jászakú, és egy év múlva csődöt jelent a cég, nem? Mondjuk, na úgy ciki. Végel számolást indítottak a jászakú. Fél, és Jül homlokára fordítva is föltetoválhatjuk a MOLT a lom, mert akkor a visszapillantóból fog jól látni. Ahogy a rendőrség, ambulansz felirat, igen, így van, hogy mentő, tűzoltó, az fordítva, igen. Nagyon sok mindent raknának, igen, a hallgatók. Hát tényleg egészen megdöbbentő. Én azért el tudom képzelni, hogy lenne egy pár tízezer ember, aki simán felvaratná magára. Ő velük szoktam találkozni időnként reggel a non-stop előtt a várnak eserű például. De mi van, hogy felvaratom magam? Én mondjuk nem vagyok sörös, na, de ha mondjuk felvaratom magam egy soproni ipa, onnan már csak egy betű a pipa. És akkor megmutatod a soproni kislánynak, hogy na, ingyen van. Soproni ipa, értem. Mire gondolsz, fönn van rakva a soproni így pipa. Van. Na jó, édesem, örök, anyja, itt áll a haver egy régi lepukant emelbe, vagy kifizeted az 5000-et, vagy ide egy gumos trigót, leszarom, mi van rá, te tovább soproni a haver. Soproni pipa, hello, nővér, irány a nővér, hallod? Irány a nővér. Igen, azt mondja, hogy le se írom, úgy nincs rajtam annyi hely. Van, aki egész hátas kőbányait, van, aki a MÁV logót, van, aki KLM logót tetováltatna, és minden héten péntektől vasárnapig ingyen járná a világot, 30-szor 40 centis KLM logót is bevállalna. NAV tetoválást írták nagyon sokan, adómentesség. Andi gyógyszertár logót lakatna fel, jaj, egy ilyen tekergő kígyót, hogy megoldom, annyi pénzt költ el a gyógyszertárba, hogy betegek a gyerekek, sokat kell menni, van egy betegséget, tehát ő fölrakatná a gyógyszertár logót. Hát nincs annál szép farmaci. Egy tekergő kígyó. Így van. Az áknyaszéki italdiszkont logóját rakatná fel valaki. Egyébként a gyógyszertán álltok is jó lenne, mert ott is csak Benú gyógyszertár, onnan csak egy... Egyébként Benuka. Igen. A McDonald's logót varratnának magukra a hallgatók. Kalinka vodkát, taxitetkót, annyit megy taxival. Ingyen orvosi ellátásért valaki feltetetni az STK-t, a egyméteres aranyászok logó lenne, soha nem kérne fizetnem, azonnal bevállalnám, lángos telihátba, hogy ingyenes. És bármelyik lángos. Az bármelyik. Viszont van egy sajtos tejfölös hagymás a hátadon, ami gőzölök, gyönyörű. Mi ez a hátadon? Napocska. A gáz és a prop szavakat varratná magára valaki, ingyen lenne a farmer, mint gáz, nagyon jó, és ingyen lenne az orosz gáz. Azt mondja, hogy Red West 100 tetkó életem végig, és ingyen ciki, Ocean logót varratnám, ingyen vásárlásért minden héten megcsinálná az Ocean logót, telihátas nagy tetoválás, rossz lányok. Nekem... Van, aki például imád olvasni, és simán egy 3000 forintos könyvet cserébe a Bookline magára tetováltatná. Azért ahhoz nagyon elszánnak kell lenni, hogy kapja havi 2 darab könyvet 6000-ért. Bookline, egész hátas Bookline. Ennél azért lehet drága. Lidl, alfa tetoválás, rosszlányok.hu tetoválás. Valaki csak annyit ér, jelzálók hitel. No, és már meg is vagyok. Igen, Mészáros és Mészáros Kft. Nagyon jó, köszönjük szépen, aláírás. Marsi Anikó, gyönyörű. Pornhub, ingyen prémium. Arany Ászok, Nemzeti Adó és Vámhivatal, BKK logót tetováltatni magam, a bérlet helyett a tetoválást mutatnám meg az ellenőröknek. Az mennyi? Az havi 10-12? 9500 forint. Hát figyelj, az havi, durván 11 ezer forint havonta. Okay. De mondjuk, hogy családtagokkal együtt, az kevés. Nagyon tetszik az angyali kegyelet, valaki az ingyen tetett temetésre gondol, az egész családjának ingyen tetovás, ő csak annyit írt, angyali kegyelet. Ez a cég neve, ő viszont ingyen lesz eltemetve. Nagyon precíz, nagyon pontos. Nekem most jutott eszembe, hogy van otthon egy beceneve, Móni aggatta rám, és szerintem működne Mr. Minit. És csak a tévetűt zárójel. Ingyen kulcsmás volt a kás. Kutyának talpalás, sarkalás. Jó, de a tévetű zárójel. Mr. Mini, zárójel T, érted? Ha akarom Mr. Mini, érted? Ha akarom Mr. Mini, ez jó. És akkor ingyen öngyújtótöltés, esernyőszerelés, sarok visszarakás. És még is megérnek. Cipőtágítás. Bankkártya végtelen jellel, piros Marlboro, szóval ez megmozgatta a hallgatóinkat. Tényleg nemzeti dohánybor. Igazából az van, hogy a legtöbben odaadnák a hátukat.
odaadnák a hátukat, a melkasukat, az arcukat, bogádi disznósajt, van, aki ezt vállalná, imádja a kis mócsingos gömbőcöt, ha élete végéig annyi bogádi disznósajt. Bogádi disznósajtot ehetne, amennyit bír, akkor feltetováltatná. Van, aki a Balatont, hogy élete végéig Balatonon nyaralhasson. Vidéki lányok logó, értem, hogy miért. Teljesen jó. BMW logó, legalább az alkatrészt adják ingyen. Na. Tehát ül egy BMW-be, de azért az alkatrész az jó, adják ingyen. Hungest Hotel logó, egészen extra vagy, nagyon megéri. micsoda szállodalára. Az összeset végignézheted, hát na. Végig. Nyaralás. Minden hétvégén nyaralhatsz egy Hungest Hotel. Így van, minden hétvégén mész valahova. Jó, de és mondjuk, hogy itt van egy Sheraton, vagy nem tudom ilyen, tehát hogy valami nagy durranás, az nem. Ez nem férne be? De az is jó. Az is a pénznyomda az ERT. Értem, hogy miért. Nagyon szép. Köszönjük az ötletet Lindának. Igen. Igen. He Ferrari a hímveszőmre, nyugdíjas koromra csak a Feri marad belőled. Összeugrik. Szép. Power Gym fitness termet is feltettetné valaki. Ne. Nem mondd, hogy nem jó egy egész hátas Power Gym. És van egy éves bérletet, 10 000 forint havonta. Na jó, de napi kétszer mehetsz a Power Gymbe. És ha akarod, a Power Gymbe a haverokkal is lemezzél. A Power Gym nem szórakozik. Véged is vár a Power Gym. Szóval gyerekek, nem hülye ez a szabvéna. Ráéreztek el. Ez mondjuk reklámnak nagyon jó. Power Gym nem mondta, hogy nem jó. Nagyon jó. Sperbankot már miért rakatott föl? Miben reménykedsz még? Visszakapja. Az optimisták bankrendszere, a Sperbank, ott azt már miért rakatott? Hova tesó? Miben reménykedsz? Hát utalnak még. Bár mondjuk most olvastam, pont képzeljétek el, ha már Sperbank, hogy kapnak egy kis pénzt, úgy néz ki. A már a bank, vagy a károsultak? Uh-huh. A károsultak, a bank kap arra, hogy károsultakat kártalanítson Magyarországon, valamennyi pénz érkezik a Sperbankba, vagy ból, vagy, tehát mintha most olvastam volna, uh-huh. Csak hogy ez egy pici jó hír. Senkinek kezdjen el azért reménykedni, érdemes olvasni a hírt, de mintha valamilyen jött volna, hogy egy kicsit a károsultak kifizetésére lesz. De azt fölrakatni mindenképpen. Igen. A feleségemre a GLS logót meg is vagyunk. Mi van akkor, ha keresünk egy hallgatót, aki egy Balázsék tetoválást bevállal? Akkor semmi. Tudunk? De ígérjünk neki valami nagyon-nagyot, amit nem adunk oda. Ezt akartam mondani, hogy tudunk-e valamit ígérni cserébe? Persze, tetesse föl, és aztán ne vegyük fel neki. Szerintem... Jó. Figyelj, ha egy Rádió 1 tetoválást csináltatna magára, na, akkor tessék. Nem próbálunk mondhatja ő a közlekedési szignált. Mondjuk egy millát. Egy Rádió 1-es logóért? Hát figyelj, kitalpaljuk, kijárjuk. 1 000 000 forintért egy Rádió 1-es tetoválás. Színben... Mindenben. Abszolút. Helyes, hiteles. Nem kell a szlogen. Elég a Rádió 1 tetoválás. Tehát a Karika Rádió 1, kész. 1 000 000. Egyem. De mit vállal ezzel? Valójában egy jó brendet tetováltat magára menőn, és még kap is 1 000 000-t. Akkor homlok. Már várjuk meg a végét. Akkor tehát, homlok. Homlok, vagy nyelv. Akkor tetessük vele valami olyan helyre, mert szeretem a rádiót, kedvenceim, jó fejek, hallgatom is őket, és egyébként a logóját felrakom, és akkor még kapok egy, és itt túl jó a biznisz. Most erre nem fizetek. Vagy nem fizetünk. Azt mondjuk, oké, haver, rendben van. Ezt nem mi fizetjük. Ki? Hát azért mondom, ez a rádiós sztori, szerintem valaki kapja. Szilárd! Szilárd, itt vagy! Hogy kisipész kérek! Itt van a mindenes pénzügyesünk. Csak kidobjuk be neki. Aha. Szilárd, gyere már egy picit, léci. Szilárd! Mondhatsz nemet! Gyere már! Gyere! Ő a mi pénzügyi zsenink, így van. Rajta fut át minden, tulajdonképpen a Rádió 1 Matolcsi Györgye. A pénzügyek Paganinie, így van. Az Opus NRT gazdasági uh-huh. igazgatója. Tehát minden egyben. Minden egyben. Ha ő nemet mond, azt mondja, hogy az egy nagyon határ. Akkor csak integess a kezeddel az irodába, mert azt is látjuk. Mondd, hogy igen! Várjál ki, de lép ki az irodádból! Puszit dobál. Fossá, már nem a lölő az! Gyerekek, nem megy át. De túl jó a deal. Én értem, túl jó a deal. Tetesd magadra a kedvenc rádiót logóját, és fizetünk 1 000 000-t. Nem, akkor mondom. Tehát akkor ez vagy egy akkorát, vagy egy olyan helyre. Érted? Rakass fel a retrót 2 000-ért, azt már kifizetjük, azt megértem. Az már nem olyan jó. Jó, de akkor inkább legyen 5 000-ért, hogy Lantos Johnny Fitness.
Igen. Na, abban van, valami. Abban van valami. Mondjuk, ez minőségi. Abban van valami. Power Gym 6 kilóért. Azzal meg tele van az ország. Azt szerintem abból 100 van. Borzasztóan pronyó. Power Gym. Hova jársz a Power Gym? Kaptam a Balázséktól 6 kilót. Régebben pitbullos voltam. Most átmentem. Szóval azt mondod, hogy túl jó. Én ebben azt érzem, hogy ebben nincs igazi kockázatvállalás. Tehát erre nem mondom azt, hogy rendben, ez egy meggondolandó deal, túl jó dealt ajánlottál. És azt írom, hogy közmédia. Nem rossz, másfél. Ja, vagy TV2. 3,5. Aha. Ja, várj, ez a Göncim már van. Na jól van, gyerekek, nem is tudta a Szabé, hogy milyen jó témát adunk neki. Ugye, hogy mindenki elgondolkozott. Ugye, hogy mindenki mennyi mindent felrakatna. Így van. Hát ott már benne is vagyok, egy misé és megy a rádió, egy logó, azonnal írják ezt nagyon sokan. Tehát, hogy ez igen, ez túl jó. Menő. Érted? Fási Ádám 4,5 ér, sokkal bevállalósabb. Már bátor. Fási Ádám forever. Na, jövünk a hírek után 8 óra van, pontosan itt vagyunk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Sziasztok. Sokakat megmozgatott ez a téma. Nagyon sok SMS kaptunk. Bocsánat, hogy nem fért bele az összes. Hát rengetegen írtatok. Kiderült, hogy tényleg nagyon sokan nagyon sok mindent magukra varratnának, csak hogy ingyen legyen a szolgáltatás, a termék, a brand, és azt életed végéig használhasd. Más kérdés aztán tényleg, hogy ott ülsz a tetováló szalomban, és készül feltetováltatni egy egész hátas pixalámi feliratot, csak hogy hogy ezt tényleg felrakadod, de minden esetre nagyon sokak fantáziáját megmozgatta. Az prémium termék. Egyébként igen, abszolút. Elgondolkodásra ad okot az is. Ha nem lelik meg, én biztos magamra tetováltatnám, hogy nyihár kolbász. Na gyorsan nézzük a közlekedési híreinket. Közlekedési hírek. Nincs ilyen, gyerekek. Köszönjük szépen, most már Anna is mondott, hogy mindjárt elmondjuk ennek a történetét. Azt mondja, hogy M5 Kecskemét Múlk után baleset Szeged felé, köszönjük szépen. Baleset a Váci út, Dózsa-György út előtt busz személyautó találkozott a centrum irányába, szép napot, és a sor legalább 7 kilométeres, a 97-es kilométernél is Szeged felé az M5-ösön. Köszönjük szépen. Közlekedési híreket hallottak. Ez még közszolgálati. Már ott nevelkedett a Miannánk, ott kezdte a pályafutását. Gyerekek, kiderült, hogy mi óriási tévedésben vagyunk, mert nem elég a közlekedési híreket mondunk, de ezt nem tudtuk. Szem meggyőződéssel mondtuk, lelkesen próbáltunk tájékoztatni, de kaptuk egy felhívást, egy felszólítást, egy ilyen kis nagyon barátságos megsüvegelés az NMA-tól, hogy jó lenne, ha erre mi szignálokat is tennénk. Az elejé és a végére, hogy elválasszuk a mondandótól, tehát nem elég az, hogy közlekedési hogy híreket mondunk. Hogy egyértelmű legyen. Oké, egyértelmű, nincs ezzel baj, már is nyomjuk a szignálokat, de nincs közlekedési híreket hallottak szignálunk. Úgyhogy most hirtelen a Zsül is felmondott egy szignált, és már Anna is felmondott egy szignált. De nekem tetszik, hogy akivel beszélünk, hallgató mond nekünk egy szignált, az összeset felveszük és felváltva használjuk. Tehát lehet ez egy ilyen közösen megszületett dolog, mindenki mondja nekünk. Szilárd az előbb nyuszi volt, vele is felmondhatnánk egyet, nem? Az egy millánál megremegett a lába. Viberen el tudjátok küldeni, fölmondott telefonba hangüzenetnek, hallgatóként, elküldöd Viberben, és akkor Zsül lesz. Nem jó, Zsül? De nagyon Zsül már látott, hogy kettőkor még itt ült, tudod, ahelyett, hogy a Pászkás strandon a kis gyékényén sütetni a napján a hasát, mi fél kettőkor még mindig Katika Viber SMS-ét, vagy Viber üzenetét veszi majd le, hogy legyen belőle közlekedési szignál. Maradjunk a munkatársok mellett. Jó, akkor aki bejön, az mond egyet. De az jó nekünk a hallgató is mond, aki mondjuk adásba kerül. Tehát ugye 9 után hívjuk a Szujót is, ugye majd a Forma 1 kapcsán, a közeledő Magyar Nagy Díj most hétvégén, azért ne felejtsük el, hogy legalább egy röpkét mondjon nekünk. Nagyon jó. Jó? Csak annyit közlekedésére hallottuk el. De aki egyre több kollega van már bent, úgyhogy én... Szóljál valamelyiknek. Itt van, Szilárd is itt van, Zsani is, Zsanit is a mikrofon előültetném szívesen. Vivi már mondotta, hogy hallom. Így van. Köszönjük szépen, Vivi is vagy Vivi. Ez a lezáró. Köszönjük szépen, tehát már Vivi már előre felmondta nekünk. De primitív Jézus Isten. Ez egyébként tényleg Vivi büfie egyébként. Ez a finom kis nővies. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt maradéktalanul elfogadja az NMA. Igen. Tehát, hogy ha így indítom a közlekedési híreket, hogy az M5-ösön 83-os kilométernél trafipaxon, vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen.
közlekedési érényben hallották. Nem vagyok benne biztos, hogy átcsúszik. Nem egyértelmű. Nem gondolnám, hogy azért ez teljesen át, úgyhogy nem érkezik majd egy 300 ezeres büntetés, hogy szóltunk előre, legyetek szívesek normális szignálokat használni. Ez, nem. De itt van már Vivi, tehát felmondhat nekünk egyet. Ja, Vivi is akkor jöjjön be. Vivi kedvesen mondjanak, jó, mondja, és akkor leváltjuk a... arra, hogy mond nekünk egy igazit, jó? Mit kell mondani? Közlekedési híreinket, ne várj. Nem. Közlekedési hírek. Közlekedési hírek. Közlekedési hírek. Aztán pedig és közlekedési híreket hallottak. Így, vagy közlekedési híreinket hallották, tök mindegy. De várj, miért nem lehet őket tegezni? Így van. Közlekedési híreinket hallottátok. Ezt lazán nyomjuk, ne legyünk ilyen magázós. De várj, az is jó, hogy hello srácok, jönnek a közlekedési hírek. Teljesen ez jó. Okay. Teljesen, és most pedig a közlekedési híreket hallottátok, és nem tűnt volna, hogy ez az volt a gépések. Ez az enyém. Ha esetleg nem tűnt volna föl, az volt. Retardok. Na, sziasztok. Csőbász, tesó, közlekedési híreket hallottok, tik. Igen. Jaj, gyerekek, na, egy gyors, rövid kis helyzetértékelés. Egyfajta segítségkérés. Egyfajta kis probléma megoldás. Mit akarsz mondani, Léci? Nem bodoroskodjál, már itt nyomorúságosan vezess már föl a témát. Hogy vagytok a gyerekpisivel? Nem szeretjük, de régen volt, hogy belekóstoltam. Hogy vagytok a gyerek kakival? Hát, nem méretileg értem, hogy néha sikeres szülnötök gyerek kaki. Vagy kismakusok. Gyerek méretű kakira gondol. Gyerek méretű kakival, hogy vagyunk. Hát én nem hagyom nagyon otthon a szőnyegen heverni sokáig. Tudjátok, én nem vagyok az az önkéntes rendőrtípus. De az lesz a... Még pár éve öregedik, és az leszek. Szerintem néhányatok közül, szerintem oda mentek volna, és kíváncsiak, hogy mit gondoltok erről. Apró, könnyed kis nyári téma, semmi komoly dolog, de mégis szerintem megosztja a hallgatóinkat. Balaton szárszó cukrászda. Oké? Oké, meg vagyok. Elképzeltétek magatok el? Nem, most azon gondolom, hogy melyik az. Mindegy, egy balaton szárszói cukrászda, vagy ti, nincs olyan sok, tudnék róla, vagy tudná róla, ha jó lenne. Ez direkt nem mondtam magusra. Te szemét most én járok oda, és most kiprovokáltál tőlem. Engem futtatok bemezőre, hogy ma este is ott fagyizom, te rohadjék. Hát te, hogy ilyen mém hozott be. Aknamezőre futtatsz engem, miközben ma este is ott fagyizom a családtal. Mondom így, tudod, hogy... De erre bemondja hangosan. Hát aranyosak, kedvesek. Sok vagy. Mellette van egy ilyen kis bokrosabb kis rész, de nem egy nagy erdő, csak egy bokros rész. És oda elrok szarni. Szerintetek hogy jön a gyerek? Hogy jön ide a gyerek? Hogy addig elmegy, és kér egy csokis mandulát. Szerintetek hülyén csinálom? Mert körzeti megbízott, nem hitte el, hogy az egy gyerek. Na oké. És azt látom, hogy nagymama... Nem. Nagy jó. Google mellett egy ilyen 4 éves forma kislány, Google. Aha. Oké. És azon kezdesz gondolkodni, hogy ez közvetlenül a fagyizó mellett van, hogy ez a kislány pisil vagy kakil. Megbocsátóbbak vagyunk-e, hogy a nagymama oda pisilteti vagy kakiltatja a kislányt? Mondom, Balatonszárszó, tér közepe, fagyizó, átmész az úton, bokros rész, ott Google a kislány. Nézel rá nagy szemeket, nem úgy, bocsánat, jaj, már itt nem látom. Nagymamára nézel nagy szemeket. Léci, ne mondjál ilyeneket ebben a politikailag már túlságosan korrekt világban. Nézel rá nagy szemeket, Google-ok. Igen? Jó. Nagy szemekkel nézel a Google-ok kislánynak. Na, Balázs. És a Granny is milyen jó állapot. És úgy gondolkozol, hogy nyalod a fagyit, és ott valószínűleg ott kakilt a kislány. Nyalod a fagyit, és nézel, de bizarr, de mégis ilyen jó. A guggoló kislányt. Kigubat szemekkel, nézek a mazsolás puncsomon túl a guggoló kislányra. Mazsolás, kis mazsolás. Nyalom a kis eperkelyhemet. Hogy nyaljam a mazsolás puncsomat. Nyalom a kis puncsomat, érted? Ott guggol a kislány. És igazából semmi rosszat nem mondja, ebből nem jövök. Ebből nem tudunk kijönni. Ott Google a kislánya, nagymama kicsit zavarban tipek topog, miközben én már egyébként a csokis keksznél tartok. és gondolkozom azon, hogy most kakil a kislány, vagy pisil. Hogy ez vajon? Vagy megkóstolnám a nutellás. Hogy megkóstolnám a nutellás banánszplit fagyit is. Oké. Megbocsátóbbak vagyunk-e egy kétségbe esett nagymama gyerekpisiltetése gyerek kakilásával? Igen. Vagy kell esetleg finoman jelezni a nagymamának, hogy én értem, hogy a 4 éves kislányra rájött a szapora, esetleg az eperkrém leves délelőtt szalmonellás volt ott valamelyik étteremben, és a kislány netto összefosta magát a bokorban, nem tudom.
Te, visszaradtad a unokát. De hogy úgy, vagy felmente bennünket ez, hogy jaj de cuki, jaj de aranyos. Nem egyszer látsz például a játszóterek mellé pisiltetni anyukát. Nem egyszer látsz egyébként homokozók mellé a mászókától egy kicsit arra. Hogy ez így, hogy most oda jön egy 50-es bácsi, és oda brunzol, szólsz neki, hogy haver, nekem itt a gyerek azért tologatja a kis dolgot, ne ide brunzolj már. De hogy senki nem szól, senki nem jelezte, és én magamat vizsgáltam, hogy ez most engem zavar. Nincs ezzel baj, jaj, de cuki aranyos, még csak 4 éves mérnek akkanthatna egyébként az én banán splitem mellé, egyébként 3 méterre a cukrászda mellé. Vagy nincs is bennünk szeméremérzet, és megbocsátjuk, mert gyerekről van szó. Van szeméremérzet, de nem szólunk szerintem. Aha. Közterületen gyerek, pisi gyerek, aki mit csinálsz? Erőjük eszembe egy argeti karamelt is kérek. Most látom, hogy a kislány mindjárt a papírnál tart, ez megihletett 2 banánzsót, egy karamellás epret. Így van, jó sok. És 2 darab nutellás édes álmot szeretnék kérni. Miért nem szólunk? Miért más az, ha egy felnőtt pisil oda? A felnőtre se szólsz. Szólsz? A szerintem 3 méter a cukrászától pisilsz csak. Ne brúzolj már ide. Ne, hát az... Én elsétáltunk, és olyan azt mondtam, hogy jaj, de cuki, igen, tudod, jaj, de aranyos. Kisgyerek, bocsánatos bűn, az ott szerintem vészhelyzet. Tehát egy kisgyerek ez a... Nem ezzel élek vissza a gyereket, egyébként cukrászdám előtt kakiltatok, hogy jó, ő gyerek? Akkor megijednéd a cukrászdába, és mondhatod, hogy ne haragudjuk, hagyj használjuk már a WC-t. Ha nagymama guggolott, megkopogtatod? Hogy nagyi. Mit akarom? Maga földön kívüli, nem csak keményed szarok. Miért gubad? Miért akkor a szeme? Miért gubad így a szeme? Nagy maga földön kívüli. Nem csak pár lassabb a bioritmusom. Pajzs mirigyes tetszik lenni. Nem csak kanyire. Nem csak nem ettem 2 napja kopaszmarackot. Így van, nyersrébet zabálok 2 napja, mert drága gát. Tehát most, ha néni felváltja az unokát, és oda guggol mellé, azt mondod, micsoda szemét dolog, oda kakotlik a néni. Érted? Te meg érted, birkózol a fagyiddal. De ha a kislány guggol oda, arra, hogy valahogy elfordítjuk a fejünket, miért pisiltetjük közterületen a gyerekeinket? Könnyebben megbocsájtasz neki, ez biztos, meg a gyerek nem bírja utartani. Nem bírja visszatartani, szerintem inkább itt erről van szó. Mert ő játszik például, a gyerek az utolsó utáni pillanatban szól. Ő már egy fél órája érzi, hogy pisilni kell, de játszott, fagyizott, nem tudom mi, akármicsoda. Tehát amikor a gyerek szól, akkor már dráma van, akkor ott annak ki kell jönni, nincs időd elvinni. Én se szóltam, csak kérdezem, hogy kíváncsiak, hogy ti azért úgy, tehát a gyerek azt tudod egy vészhelyzet. Akinek van gyerek, az tudja, hogy ott pisilni kell tényleg, de egyébként szerintem be tudod vinni a WC-be, szerintem ez a, pont azzal élünk vissza, hogy jó, gyerek megbocsátható, éppen most érted, hogy jönnek ki a cukrászdából, kicsit lepisíli a lábukat, na most nincs ezzel semmi baj. Ödönke olyan 4 méter pisil, érted, hogy átpisil a Szárszói vasútállomáson, a Csukás színházig elpisil, érted, nincs ezzel baj. Ráadásul kezdve meg is fordul. Timike, hidroplán! Nyilvános WC-k hiánya, a játszótereken a nyilvános WC-k hiánya. Vagy a játszótereken pisiltetni a gyereket, nagyon sokan csinálják. Nagyon sokan nyomják. Az szerintem tré. Ahol ott a más gyereke is, a homokozó szélére. Szerintem elég kultúráltak, hogy odébb viszik. Nem viszik odébb? Nem viszik odébb. Én magam is láttam, és szerintem az tré. Tehát a játszótéren pisiltetni a gyereket, arra nagyon nincs megoldás. Oké, de mit csinálsz? Tételezzük föl, hogy laksz a 10 akárhanyadik kerületbe, leviszed a gyereket a játszótérre a negyedikről, és mondjuk 3 utcával arrébb van. A gyerek egyszer csak jelenti, hogy apa pisilni kell. Visszaszalasz vele a lakásba? Á, marhára nem. Akkor mit csinálsz? Amíg a világ kicsi volt, mi is simán így leguggoltattuk, hogyha arról volt szó. Tehát így mondtuk neki, hogy így nézni. Na jó, de a Clark Ádám téren. Na jó, de a siklóval, amikor mentetek fel a várba, hát azért. Téren, és az irányt is megszabtuk. Étteremben dolgozom, ez egyik vendég ajánlott, hogy behozta volna a gyereket, mikor pisilni kellett, inkább a mellettünk lévő virágra pisiltető. Na erről beszélek, hogy valahogy a gyerek pisiltetés az úgy, az olyan felmentés alatt áll. Nem? Hogy olyan cuki. Hogy az cuki, hogy neki még lehet. Igen, pedig hát nem lehet neki se. És ilyenkor összeszedik vajon utána? Tehát mondjuk a kislány mondjuk éppen gittelt, akkor a nagymama egy ilyen teszkos szatyorral összekapja, mint egyébként a blöki után, vagy az úgy ott marad? Figyelj, ezt mondani akartam. Még a papír zsebkendőt is oda dobja mellé, amivel az a pronyó. Tehát, hogyha itt tovább gondoljuk így a történetet már, az például, az pronyó. Azért szólnék.
hogy nem szedte össze. Hát de akkor megnéznéd, hogy pisi volt, vagy kaki, oda mennél egy ilyen kis járőre ellenőrzést tartani, egy elemlámpával? A kis flashlightodat megnyomnád a Samsungodon, és megvizsgálnád a tetthelyet? Szerintem azért az látszik, tehát hogy az egy... Hogy mondjuk nem úgy mész el, hogy kakilni fog a gyerek, és van nálam kaki zacskó. Nem úgy nem, megyek szemben. De papír zsebkendő az lehet, de vissza is mehet, el tehát figyelj, tehát hogy most nyilván nem, tényleg nem akarok a gyerek meg a kutya között párhuzamot volni, mert tudom, hogy ez bicska nyitogató néhány embernél, de ahogy én például a kutyáért is, hogyha adott esetben nem volt nálunk, mindig van, de ha még sincs, én visszamegyek ért és összeszedem. Tehát, hogy biztos, hogy nem hagyom ott. Hát egy az emberi... Nem vagytok sokan, ilyenek. Cuccért meg, aztán 100%. Tehát, hogy strandon is nagyon sokat látsz. Így egy hallgató, tényleg kijön a gyerek a Balatonból, oké, nem pisít bele, tök, az első fáig viszik. És össze vannak pisilve a fák. De igen, én is így gondolom, ahogy ti, hogy valahogy ez ilyen megbocsátod. Csak milyen érdekes, nem? Hogy ugyanúgy pisi, csak úgy a gyereknek azért ezt úgy megbocsátod. Kijön egy 50-es csávó a lele és strandó, és odabrúzol a fához, akkor azért úgy picit arrébb húzod a gyékész szőnyegedet, meg a hűtőtáskádat, nem? Hogy éppen ott Google a fa alatt értem. Margó néni oda Google, hát azért az egy picit más. Nekünk van utazó bilink, olyan, mint egy műanyag táska, cseppmentes, ha jön a szükség, előkapjuk, és abba mehet a dolog. Az jó, az szimpatikus. De ezt a felnőttek is használják ilyenkor? Tehát papa ráül? Hát, igen. Hopp, papa gyors. Na mi van például közlekedés közben? Autóval mész, és bent állsz az M7-esen egy baleset utáni dugóban. Kiszállsz, és ha megpisilteted. De ott simán. És ha neked kell, te is kiszállsz előbb-utóbb, ha ott állsz 2 órája. Hát és vannak olyanok, akik tényleg nem finnyások, mert mi már nyilván ti is látodok az én nagy csodákat így vezetés közben, hogy így egyszerűen nem hittetek a szemeteknek. Forgalom felé mi? Hát, csak, na, ülői 102, Klassz FM. Hát jó, az a szembe felüljárónak az oldal. Hát, azt ott mindenki ott használta. Mindenki érted? Így van. És a Balázsnak volt a legnehezebb, mert mi háttal ültünk. Érted? Balázs kinézett az ablakon, aztán azt látta, hogy valaki éppen oldalon viszont felüljáró. Igen. Nekem egyszer volt egy olyan élmény, a parkban a játszótér mellett kakiltatta anyuka a gyermekét. A parkban a játszótér mellett. Na. Ezt mondom, hogy oda. Pont arra már... voltam a kutyámmal, odaléptem, és felajánlottam, hogy szívesen adott neki zacskót. Tök jó, ez tök szimpatikus. Azt még írd meg, hogy elfogadta el, vagy azt mondta, hogy minek szedjen össze. Maga perverz, miért jön ide leselkedni? Ha, így van. De az a minimum. Hogy összeszedett. Persze, tehát hogy nincs mese. Oké, elhiszed, hogy vészhelyzet volt, persze, el is fogadod, nincsen vele gond. Te is szülő vagy, tudod, hogy ez milyen érzés lehet, vagy hogy milyen ez a szitu, össze kell szedni. Vagy vigyél kakisátra. Miskolcon az egyik ruházati üzletbe apuka megkérdezte, hogy van-e WC a boltban, mondtuk, hogy nincs, oda pisiltette a próbafülkébe a gyereket. Na, jó, tehát ez a lezalmány. Mondom, hogy vannak haladók. Gyere kicsi, fölpróbáljuk még ezt a piros pulcsit. De ide, papa? Igen. És oda, és a próbafülkébe. És te a másik fülkébe ott próbálsz, és valamit elfolyik előtte. Jön a kis sárga kígyó. Jézusom, te prosztó. De miért, ha nem bírja ki a gyerek? Valószínűleg nem bírná ki a WC-jét. Ki bírja azért, nem? Nem, szerintem a gyerekeknél sokkal nehezebb. De ha egy bevásárlóközpontban vagy például egy ilyen boltban, ahol nincs WC, ott a bevásárlóközponton belül meg van, oda azért át lehet vinni. Én már pisiltem hűtőtáskába, dugóba az M3-ason, pedig nem vagyok gyerek. Ugye? Tehát ott beállsz a hűtőtáskába. Egy hűtőtáskába. Igen. Szendvicset kivetted előtt? Hát ezt ugye megfejtettük, erre a Nestis üveg a legjobb, mert annak vastag anyaga. Igen, széles száj. Tehát a Szent Királyi Lipton, ezeket a fétesszúzokat felejtsd el, Nesti. Ugye? Haladók abba sem férnek bele, de azért az nagyon haladó. Tehát az Rokó Prágában. De hogy oda azért, tehát a fél liter az rendben van, nem? És vastag a nyaka, tehát nem kell nagyon szakkörözni. De mondtad, hogy neked a limoporos is elég. Úgyhogy félig el van dúlva. Ja. Limoporos, mekkora volt. Palatini 23 év körül kislány szól, hogy nagyinak menjünk pisilni. Nagyi válasza, ülj le és engedd bele. Kislány mondja, hogy nem szabad a vízbe. Ma Nagyi mondja, de lehet, nyugodtan. Én is belengedtem. Én is már így belengedtem. Egy szóra még csak, hogy például ez medencébe is ugyanolyan probléma, hogyha van egy kisgyerek, és nincs rajta úszópelenka. Azért az is egy furcsa dolog, és a nagy medencébe van, mert belerakják egy ilyen kis karúszóval, egyebekkel, és nincs rajta úszópelenka. Na most egy ilyenkorú gyerek azért igen. Azt én nem értem, mert van egy zárt tér, és adja rá az úszópelust.
Biztos, hogy belepisil. De vannak nagyon haladók. Írjatok tényleg, drága hallgatók, olyat, amit láttatok, amit nem hittetek el. Figyelj, sörsátorban kakilt a gyerek a sörsátor közepén a földre. Anyuka egy elegáns mozdulattal arrébb rúgdost. Szóval azért itt vannak igazán hardcore szabadtéren pisiltető kakiltatók a sörsátor közepén. Képzeld el a gyereknek azt a szégyenérzetet. Uh-huh. Ugye van, ha még nagyon pici, akkor is tudja, hogy nézik, azért az ez egy intim dolog, a picik is érzik, csak még nem tudják kifejezni vagy elmondani. A sörsátor közepén anyuka meg hidegvére a ribrugdossa, mama viszonylag haladó. Elég. Tehát mama nem először élt át, ugye zavarba vagy összeszedett, körbenézel, eltakarod, lazán a ribrugdosod. Hát lett ott már volt egy kis töltés a mamába a sörsátornak köszönhetően. Most ez van, akkor... kisgyerek, úgy gondoltam. De nem értem ezt, mert figyeljetek, annyira... Tényleg a legdurvábbak, ne csak gyerekeknél, a legdurvább, amit nem hittetek el, moziban a terem kiárata mellé, az előcsarnokban guggolt le egy középkorú hölgy, körülbelül 20 méterre volt a film előtt, vagy utána az még? Szerintem utána, azt mondta, hogy kész, nem bírom, vége van. Legugolt, hogy jössz ki a nagy kuka, dobott bele a kukoricát, stb. Balra a néni legugolt. Meghajtotta a halapenyó paprika. Sose bírta a sajtszószt. Az a rohadt fóliás halapenyó. Már mindenkit kicsinál. De miért nem mész el még 20 métert? Annyira nem lehet. Nagyon-nagyon ritka. Előfordul tényleg, hogy ennyire gázos a szitu, de nem. Tehát, hogy biztos, hogy egy egészséges ember azért még tudja tartani egy darabig. Nálunk nemrég a nénike a határút is párban nem bírta tovább, és odafosott a kasszákhoz. Na jó, hogy? Van. Hát. De akkor miért nem mész hátra legalább a mélyütők közé? Ott úgy fogod a kis laktózmentes tejedet, hogy visszarakod, nem? Fogod már a trapista sajtodat, és azt mondod, hogy hát most nem. Ne haragudjon, de nem kérem. Ma megesszük a tegnapit. Yes. Életek drágatok a legmegdöbbentőbb helyen, jó? Tehát amit láttatok, és tényleg nem hittétek el. Tehát egyelőre a sörsátor nagyon vezet, a mozi kiárat 20 méter nagyon vezet, tehát a gyerekeket bővítjük a legmegdöbbentőbb helyre, amit láttatok, hallottatok. Jó, valószínűleg azt írja egy hallgató, hogy nem akart lemaradni a filmről. Ugye, vagy kijött közben. Mm-hmm. Gyorsan pisült egyet, messze volt a WC, és rohant vissza, mert azért azt mondta, hogy figyelj, hát azért a tóra az tól, azért ez ki van fizetve, most azért... Ja, persze, hát azért megnézem az utolsó bevetését Tomnak. Igen, azért nem maradhat el. Jézus. De ezek jó. Egyébként ez vagy hát figyelj, azért az, hogy más jó. A szégyen jó. Hát én hajnalban ugye az egy rendszeres dolog volt, és sajnos ősztől ez újra folytatódni fog. Egyes villamos Árpád híd aluljáró. BKK automata mellett nagy csomagok lerakva. Azok ilyen nagy, azok érted, hogy tudod, az ilyen, igen, ők oda járnak, hát igen. De Szolnokon egy kobbolt előtt a buszpálya udvartól egy percen nő úgy pisítette a gyerekét a járdáról a sétának, hogy 5 méterre volt a füves rész. Kóp előtt buszpályaudvar, rá a betonra. Érted? A gyerek alváz most a buszokat. Jaj, nem tudom. Én annak idején emlékszem, hogy egyszer kérdeztem Annától, hogy miért Google a buszpályaudvaron a Danubius előtt, azt mondta, hogy egy cica van a bokorban, és azt kívogatja. Hogy... Na, jövünk a hírek után mindjárt. 9 óta 1 perccel. Lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Hello. Nézzük gyorsan, hogy milyen híreink vannak. Közlekedési hírek. Vivi. Köszönjük szépen. Hát Vivi is felmondott nekünk egyet. Nem lett belőle több. Hát nem az volt, hogy hello mindenkinek, jönnek a közlekedési infok. Vivi kelljen kis visszafogottat mondott. Anna, ilyet, Zsűl, olyat, mindenki okay. Más. Miért mond, Csepelli út és Gyűlő utca kereszteződésében baleset történt, rendőrmentő és egy fekete... Okay. Rendőrmentő, szóval nagy baleset. Zoli küldte nekünk, M5-ös Kecskemét Molyok útnál szintén van egy baleset, és a Váci út Dózsa-György út előtt busz személyautó találkozott a centrum irányába. Szép napot, köszönjük szépen. Közlekedési híreinket hallottátok. Jó, laza. Összefogott, könnyed, van kis laza, igen, szignálokat kell tenni a közlekedési hírek elé és után, ezért próbálunk most mindenkivel hirtelen felmondatni egyet-egyet. Na és ugye arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi van, amikor azt látod, hogy pici apró gyerekek, csecsemők, babák, kisgyerekek pisilnek, akilnak cukrászdák, járó strandokon, fák, parkok, játszóterek mellé közé. Szólunk, nem szólunk, és aztán, hogy áttekerettünk arra, hogy a legmegdöbbentőbb helyen látott, tapasztalt
hát hogy is mondjam, csak kis és nagy dolog elvégzés. Ugye ez egy érdekes dolog, amikor olyat látsz, hogy egyszerűen beleég a retinádba. Igen, tehát, hogy ez oda nézel, és azt mondod, Istenem, miért kellett pont oda néznem? Miért most történik? Miért nem tudod két percet várni? Oda nézel, aztán elfordítod a fejed, és azt mondod, hogy visszanézek, és nem lesz ott. Igen. Visszanézel, és ott, és ott van. Vagy a végeredmény van ott, és már nem tudsz elmenekülni. Ugye érdekes eseményeket találtunk, hogy mit látnak a hallgatók. Kisvárdai Lidlbe egy kínai csáv, miután elhajtották, hogy nem használhatja a dolgozói WC-t, bosszúból oda tette az eladótér közepére. Aquavör gyerekmedencse, csak azt vettük észre, hogy mindenki menekül ki a medencéből. Később láttuk egyébként a felszínen lavírozók is rebelis urkát. Székekkel körbekerítették a medencét, arra napra használhatatlanná vált. Hány liter víz ment gajra? A római strand, egy hölgy a fűbe vágta a kiázott megpult lábkörmét, pedig külősként ezt is furának tartotta. Móni írta nekünk. Ezt nem cserélik ilyenkor a vizet? Nem? Hát elméletileg igen, de most minden alkalom. Leszűröd, lehalászod. Beledobsz egy kanál klórt. Klórt, kicsit elkevered meg. Beindítod a hullámot. Vannak rutinosak, nyírbátor is strandon kisgyerek belegittelt a vízbe, víz felhozta, anyuka egy lazó a mozdulata, kidobta a partra. Ennyi. Sok vízzel. Alányulsz már megy is. Margit-szigeten volt egy randi, a csaj mondta nekem, hogy fogd már meg a cuccom. Elszaladt egy bokor, az 5 méterre volt, és legugolt kakilni. Azért le a kalappal. Utána azért a randin egy picit máshogy eszed a batta cukrot, nem? Ott a kisállat simogatóbot a Margit-szigeten azért már egy picit lehet elfogy a téma ezután, nem? Nem tudsz koncentrálni, az ott sem megérem. Meg az aranyos kis makákokra. Jött a lány, meghajtotta magát, mondta, köszi, elvette a cuccot, és mentek tovább. Nincs ezzel baj, nem? Hát ezt így kell intézni. M3-as Pestfelé az egyik felüljáróról telibe kapta a szélvédőmet egy kakis pelenka. Az első mosóig ott volt a szélvédőn, baromi meleg volt a kocsiban, az ablakot sem mertem kinyitni. Valaki kidobta valószínűleg egy felüljáróra. És a szállat csattad föl. Ekkora prosztó, nem? Yes. Kidobod a szaros pelenkát, de... Igen. Pécsi Árkád üzlet mellett parkolóban középkorú hölgyike letolt nadrággal felült a korlátra. Segge alatt, a fenek alatt pedig egy szatyor kinyitva, szétnyitva, és a korlátról próbált bele. A korlátról próbált, de legalább szatyrot tett hozzá. Igen, tegyünk hozzá, legalább a néni törekedett szatyor arra, hogy célba lőjön. A kezdetleges eszközökkel, de ő gyakorlatilag létrehozott egy WC-t. Igen. Egy köztéri WC-t. Szükséglatrinát. Festékboltban láttam egy urat, hogy a vödröknél félig guggolva intézte a dolgát egy vödörbe. Persze, a barna trinátosba. Én nagyon sokan írnak bevásárló szajfrót, kosarat, kocsit, ahol szintén... Bevásárló kocsba. Nem mondta, hogy nem egészen egyedi. De abban nem marad meg, rajta. Hát az átfolyik. Nem mondta, hogy nem egészen egyedi bevásárló kocsa. Van, aki írta a próbafülkét, hogy a nő használt, bevitte a ruhát, és azzal próbálta megakadályozni, hogy átugorjon a másikba. Szoliba dolgoztam, bevitte a próbafülkébe egy csomó ruhát, és ledobta az aljára, és eladó találta meg mind a cuccokat, épített egy kis várat. Na, ő a prostosságot meg még nagyobb prostossággal fejelte. Nem tetszett neki az ingjani. Ja, igen. Ebbe szépen épített belőle kejhet. Igen, meg az első, amit bevitt, nagyon műszálas volt, és nem szívta föl, és ezért utána bevitt egy 100%-os pamutot. Szoliba dolgoztam, van egy pici kihelyezett kuka, tudjátok. Úgy, hogy abban fűtisztítót, vattát, arclemosót, ilyeneket beledobjál, a kihelyezett kukába volt belepisélve. Legközelebb, amikor jött a hölgy, mondtam neki, hogy a kihelyezett mosdó hátul van, nyugodtan használja. De azért abban a pici kukába azért ott be kell lőnöd a mennyiséget, nem? Fölé guggolni, vagy egy kis kehelyként használod. Megképzel, hogy egy kis billenős a tetejét, ez visszacsap. Tegnap megszólalt egy 5 éves. De profi vagy. Vagy van billenős teteje, vagy csak egy sima kosár. Ha billenős tető visszacsap, akkor az nehezebb, úgy igen. Tegnap megszólalt egy 5 éves forma kisgyerek a medencébe. Mama, megyünk a pisilős medencébe? A pisilős. Nem, most először a kakilos lábosóba. Lehidaltam, mondja Ildi. Ugye? Hát, de legalább tudja a gyerek, hogy ez a itt a felnőttek vannak, én megyek a pisilős medencébe. Na, az egyszer történt meg. Vészhelyzetben valószínűleg. Igen. Egyszer lementünk a lányommal a játszótérre, volt ott egy kis házikó, a gyerek elbújt mögöttem, mire utána mentem, kakiban turkálva rám néz. Apa, ugye ez nem homok, 2 éves volt a gyerek. Higgyétek el, nem volt vissza. Vicces. Olaszország Bibione, hirtelen pisilni kellett hazafelé, megálltam egy bokornál, kiengedtem. Azzal a lendülettel jött a hideg víz a nyakamba, fentről az emeletről. Kint kijöntik az olaszok a hideg vizet. Ott már valószínűleg számítottak rá, tehát nem először. Turista paradicsom Bibione, így van, ott valószínűleg akkor ott már a néni lesben állt
egy vödör hideg vízzel. Felfrissítő vízes élményem volt részem. Azért ott meglepődsz, nem? De milyen temperamentumosok az olaszok? Én ezt bírom. Turista vagy, oké, de ne pisi ide az ablak alá. Avanti! Vidéke praktikerben fürdőszoba felújítás előtt nézelőttünk kádak, mosdók, agylók, vécék. Basszus, nem viszitek el, az egyik budiba bele volt kakilva. Kipróbálta, hogy jó-e? Félreértette. Tehát amíg hát az asszonykád egyébként a fűnyírók között matad, te ráülsz kotlani a fajanszra, a praktikerbe, a fajanszoknál. Hát WC azért van ott, nem? Vagy összezavar, és azt gondolod, hogy ez egy nyilvános budi? Ne mondjátok. Figyelj. Felnyitod, és ott van. Ne felfoghatatlan. Felnyitottad a tetejét, annyira megijedtem, hogy elszaladtam. A pénztárnál azért szóltam, hogy tudjanak róla, hogy az egyik terméket már valaki letesztelte. Nincs semmilyen szégyenérzet abban, aki ráül egy praktikerben. A szükség nagyobb. De szerinted valódi szükség, vagy csak ingerencia, pavlovi reflex, hogy meglátta a fajanszot? Nem, érted? A praktikerben speciál van budi. Van WC. Tehát, hogy a pénztárak mellett, mondjuk egy perc alatt elérhető simán az üzlet bármelyik területéről. Nagyon akkor fura. Ez lehet, mondom, próba kaki. De a praktikeren a WC ott azért az egy nagy, tehát ilyen nagy placok vannak. Ez nem az, hogy a sarokba elbújsz valahol egy szögbelövővel, érted, egy sarokba egy hosszabbító mögé, hanem az a placon van kint. Akkor nem lehet más, mint egy obis bosszúja. Egy felháborodott obis. Vagy zárlatos volt a hosszabbító, amit vásároltál. Azt mondod, hogy igen? Így igen? Van. Oké, haver, ha ti is így, én is így. Ez a véleményem a hosszabbítótokról. Ez nektek fűszegény nyíró. Na, nesztek. Ezt hívjátok ti fűszegény nyírónak? Hát akkor ez. Az Arena Houndem próbafülkében pisilt valaki. Itt van, erről beszéltem az előbb. És a próbába bevitt ruhadarabokat ledobálta a földre, hogy ne folyjon ki a függöny alatt. Feri írja, aki valószínűleg ott dolgozik. A kis családdal strandra mentünk, strand nevét nem akarom mondani, hajógyári szigetnő. Nem mondom, zárója hajógyári sziget. Hullám medencébe voltunk, amikor az előttünk lévő anyuka felkapta a vízből a gyereket, mert a szó szerint összefosta a pelust. Felemelte, kirakta a medence oldalára, ledobta a pelust, lelocsolgatta, és visszarakta a medencébe, ott biztos jobban letisztult. Érted? Tehát valószínűleg kimosta a pelenkát a vízbe, és lemosta a gyereket is a vízzel, hogy fogta félkézzel a gyereket, és így rápacskolta a vizet a fenekére, legőzborotvázta a gyereket. Valaki meg mellettébb tette fel az úszó szemüveget, hogy ma ússza le a napi adagot, tudod. És nem értette. És lemosta a pelen, kimosta a pelenkát a vízben, és azt mondta, hogy oké, na, most azért, na, és visszarakta a gyerekre. Ebihalak, hogy kerülnek ebihalak a szemüvegen? És közben a mama meg ilyen, valaki halál hát, természetesen módon, és halál természetesen. Tiszta volt a kicsi, akkor a kis hasával. Nem megyünk vissza a medencébe. Tehát ez így. Mindig arra gondolok, hogy valaki ebben a pillanatban kapcsol ide. Azaz, hogy ezeknek megint elmentek otthonról, ezek teljesen hülyék. Annyira szemem előtt van. Persze. Ugye örült neki, hogy a baba megint tiszta. A baba tiszta, a gyerek tiszta, a perenka tiszta, mehetünk úszni. Hol itt a hiba? Most az, hogy lelocsolom a gyerek seggét, hát klóros a víz. Nem dobom a babát, csak a babát, nem dobom a babát. Jaj. Tökéletes. Teljesen jól hozod. Ott voltam egy kicsit a dagályon. Ott voltam a dagálynál. Tökre el tudom képzelni, hogy gyöngyöző katalljal a kicsi fekszik. Még a pelust elmosta. Ma puszilgatja a hasát, kimosogatja a pelust, visszarakja, és közben mellette pedig a izé. A csávó hobbiúszó teszi föl a szemüveget, hogy ma is 200 szintidőt húszom. A barna alga, és ennyi. Felfoghatatlanul jó. Kisfiam akart liftezni plázában, kinyílt az ajtó, éppen az ajtó mögött egy nagydrágját felhúzó fiatal hölgy látványa fogadott minket. Nem lifteztünk. Tehát a csajszi arra gondolt, hogy amíg egy megállót felér, addig az nagyjából egy 10 másodperc, addig azért nehogy már ne tudjak oda pisilni gyorsan. Úgyhogy azért a plázákban van WC. Egy fickó az út melletti korlátba kapaszkodva, hátsóval az út felé fordulva, pont amikor oda néztem, akkor pottyant ki minden, aminek kellett, beleégett a retinámba, Marci. De akkor ő úgy kapaszkodott a korlátba, nem tud guggolni tehát rendesen. Inkább az arcomat ne lássák, de a fenekemet igen, mint szembe, ezért a fenekét mutatta az autópálya felé. Azért jobbról mész, és éppen landol a hurka. Tudod, ez az a kép, amire azt mondta, hogy miért nem tudtam egy másodperccel később. Távozol a belső sávba.
És tudod mi van? Ez beléd ég. Ez tényleg beléd ég. Ezzel egy hét múlva eszed a dinnyét valahol, és úgy, vagy valamire ránézel, eszed a banánjó banánkejhedet, vagy nutellás fagyidat, és rájössz, hogy ott pottyant ki előtted. Én ilyet látok, egy mozdulatlan nyitom a nitros palackot. Hogy köd előttem, köd utána. Úristen. Atya úristen. Felfoghatatlan, hogy emberekben milyen kevés szégyenérzet van, nem? Örömmel hallgatom ezeket a strandos sztorikat, én kis naív, én még inni is szoktam a termálvízből egyébként, amiben fürdök. Az egészséges. Na jól van, oké, hát köszönjük szépen. Azért ez ugye mindannyiunkat érintő téma, de milyen érdekes, hogy ez a közterületen WC vagy éppen szégyenérzet hiányában megoldott dolog, azért ez sokakat megváltoztat. Van az a pillanat, amikor ekkora baj van. Az ment, igen. Valljuk meg. De azért a legtöbb szerintem itt nem erről szól. Igen. Miskolc augusztus 20-a strand, a gyerek a medence széléről állva csurgat a medencébe. Úszómester szól neki, hogy figyelj kis, ezt nem itt kéne, rokonok majdnem megverték. Hát, igen. Kicsi brunzó. Állva, tudod, ez a klasszik vicce, mindenki belepisi, jó, de nem a trambulíról. Na, szóval. Igen. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Forma egyezünk egy kicsit még a hírek után. Hadd jöjjön. Gyerekek, igen. Valaki meg itt a igyabb belőle sokat. Köszönjük egészségünkre. Nagyon ide pirította. Igen. Forma 1, magyar nagy díj a hétvégén, gyerekek. Így van. Itt hívunk? Hát ki nem az, aki tud erről beszélni nekünk? Rendesen sokat. Nem hívhatunk más, mint Leclerc-et. Hívjuk Szújó Zolit. Természetesen. Egy kicsi esélylagatolgatás, kicsi pletyka, kicsi hírek a Forma 1 világából. Egyáltalán mi történik? Hát három olyan emberül, aki azért ezt kevésbé követi. Uh-huh. De hál' Isten van egy kis Szent János bogarunk, aki repül előttünk, csapdos a szárnyával, és azt mondja, kövessetek, fiúk, én ezt megoldom nektek, ő a mi Zolink. A fény erre van, gyertek. Úgyhogy megkérdezzük, számításaink szerint most van a hétvégén a magyar nagydíj. Igen, szerintem jól számítunk. Akkor ezt jól számítjuk. Jó, úgyhogy egy kicsit benézünk a kulisszák mögé, és felhívjuk Szújó Zolit, akit a már nem is tudom hányadik magyar nagydíjról faggatunk. Jó? Úgyhogy jövünk mindjárt Zolival. Folytatjuk, 6 perc a pontosan, 9 óra van, friss közlekedés, küldjetek el nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után vagyunk pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Jön ez a hidegfront, Gyünám, ez szombatra sajnos. Persze. Nem tudom, hogy lesz így az átevezéssel. De mennél? Átevez? Igen. Persze. Be vagy regisztrálva, fölkészítve a száp, keményre fújva, 15 PSI. Abszolút semmi. Ez vagy te. Igen, minden, amit kérdeztél, erre válaszom, hogy nem. Se beregisztrálva, se felfújva, se engedélyezve nem vagyok. Nincsen szapom, és nem vagyok hétvégén a Balatonon, de nagyon szeretnék menni. Nem, megvárom. Volt egy ilyen érzésem azért ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy ez most nem biztos, hogy összejön. És most így egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy nem. De nem akarom előre lefújni a szervezők helyet, csak valami nagyon nagy szelet meg esőt mondanak a szombatra. De elvezünk esőben is, szélben is, nincs ezzel baj. Csak hagyjanak bennünket. Ma dől el elvileg, hogy most hogy lefújják-e, vagy nem. De van esőnap ilyenkor. Tehát, hogyha lefújják, akkor jövő hét vagy utána. Akkor van egy dátum megadva, és akkor ott lehet menni. De akkor pont nem érsz le. Evezgetni. Hát ha tudok, akkor ott is evezek. Jó munka, nagyon jó munka. Akkor megcsinálod csak így saját szakára, ahogy szokták mondani. Az is jó. Igen, az kiszedi a rendőrségünk közepéről. Fúdokolva könyörögve az életemért. Tudok olyan emberről, azt hiszem, hogy spártatlannak menne ki úgy, hogy nem fért bele a nevezésben, a nevezési keretbe, vagy az időlimit nem volt, és utána pedig elment és egyedül tolta. Az egyébként elég hát a jó. A Rakócai Gábor is, az Ultra Balaton, ugye, ott azt nem tudta teljesíteni, a rendes összeg, visszament jövő héten, és egyedül körbe futotta. Na. Te is indulhatsz. Benni ellövi a rajtpisztolyt. Jön az eső, beborít a hullám, 19 fok. Aztán elmegy, iszik egy kávé. Én meg csak evezek, és valahol, nem tudom, kiszednek Badacsonyba, tudod. Ilyen teljesen nyomorult sztori. Na, azt nézem, hogy nincs időjárás, és 9 után már kötelező közlekedés sincsen. 6 és 9 között kell tartani a limitet. Oké, gyerekek. Forma egyezünk akkor egy kicsit. Nagyon hát jó. Azért azt tudni kell rólunk, hogy úgy lubickolunk a témában, hogy azért mindig balra esünk, és akkor van, aki alányul és elkap bennünket. Így van.
Ezért a hátter a sokkal jobban érdekel, mint maga a verseny. Tehát, hogy igen, én izgalmas, de nézed ezeket a sorozatokat. Így van, Drive to Survive. Drive to Survive. Nagyon-nagyon szeretem, de inkább a háttere érdekel, mint maga a verseny. A verseny számomra nem annyira izgalmas. Az pont arra, hogy egy pici krumplipüré, egy pici rántott hús. Az elejét megvárod, a végére fölébredsz. Édesanyám még elé tesz egy kis almáspitét, ha éppen szülői látogatás vagy, és akkor így elkezdesz így balra eldőlni, üvöltenek a rajtán, és a hatodik körül kimész, lenyírod a füvet, visszajössz. Ugyanaz történik, de közben meg nem felejtjük el azon Forma 1 hallgatóinkat és megszállottjainkat, akik viszont Ferrari, Hamilton, Mercedes, Alonso, és ha vannak ilyenek Alfa Romeo rajongók. Igen. Így van. Sokan vagyunk, elég sokan. Másképp hívják, ezért vannak. Igen, ja, már nem is Alfa Romeo. De maradtunk, micsoda. És hát, szép eredményeink vannak. Igen, de már nem Räikkönen elő visszavonult. Nem, ő sajnos visszavonult. A legfényesebb csillaga ugye a Forma 1-nek, és akkor most Bottasnak szurkolunk nagyon. Most... Pedig igen. Hát pedig igen. A legegyedibb fény csillag. Mi azt szeretjük, ugye? Az egyediséget, nekünk nem az eredmény számít, te. Hát érted, hanem hogy legyen valami az ember körül. Figyeljetek, néztem a Forma 1 hétvégi jegyeladását, hát az van, hogy a Super Gold, a Gold, a mindenféle jegy gyakorlatilag tökéletesen elfogyott, olyan telt ház lesz, mint a veszedelem, még álló jegyet tudsz szombatra venni, Silverbe tudsz péntekre, és kész. De ez menő, ez az nagyon jó. Na, én úgy örülök neki. Én bírom, neki. Hogy van egy ilyen futamunk már 85-86 óta. Tehát azért ez olyan klassz, hogy ide jött az Ecclestone, és akkor nem máshova vitte, megtetszett neki a parlament, meg a vár, és azt mondta, hogy oké, akkor csináljátok futamot. 86-ban érted. Igen, hát azért az még erősen a vasfüggöny mögött volt. Olyan jó olvasni azt, hogy amikor a Hungaroringről beszélnek, meg a Forma 1 magyar nagydíjról, akkor mindig előtte van az, hogy tradicionális, meg hogy hagyományos. Igen. És jó ezt így ízlelgetni, miközben tényleg az ember még, már sajnos korunknál fogva is, úgy emlékszünk vissza, hogy mekkora szenzáció volt, amikor ide hozták, és hogy Magyarországon is lesz Forma 1, megdöbbentő. És mikor volt 86? 86-ban. Még Nelson Piquet, meg Keke Rosberg, Nakajima. Így van. Fakajima, Nakamoto. Fakajima, Nakamoto. Igen, is indult egyébként a 86-os nagy díjon. Hát azért az nagyon, az tényleg nagyon durva. Hát mi még láttuk Baumgart, Zsoltit is. Bizony. A rajthoz egy állni. Tandem biciklivel 2004-ben a Velencei tavat kerülni. Na, itt van velünk az az ember, aki mindig kihúz minket a bajból, alánk nyúl és megtámogat bennünket, segít egy kicsit, és úgy válaszol a leghülyébb kérdésekre, és mint a fel se tűnne neki, hogy megint butaságot kérdeztünk. Ezért szeretjük, és ezért hívjuk őt. Mert nem tudjuk ezeket az a kérdéseket ember, megválaszolni. Igen, aki az értelmetlen kérdésekre is értelmesen válaszol, és jó hosszan, hál' Istennek. Így van, itt van velünk Szújó Zoli. Zoli, jó reggel! Zoli! Imádlak benneteket, szevasztok, és egyébként hallottam, hogy a Feri konkrétan kimondta a szájával, hogy PSI, 15 PSI. Ennyi. Én csak egy nagyot pislantottam. Bocsika. Na, ez mondjuk el, hogy ez a font per négyzet inch, PSI, és egyébként, hogyha bárra akarjuk átváltani, akkor 0,7 századdal kell megszorozni, és ez azért érdekes, mert a Forma 1-ben is így adják meg a guminyomást PSI-ban, tehát font per négyzet. Nem véletlen. Én láttam ezen a kis piros pumpán ezt a PSI-t, és amikor ez így nagyon nem akar felmenni, akkor töltöttem még egy rozé fröccsöt, és mondtam a gyereknek, hogy mostantól te fújod. Nagyjából így pumpálunk szapot egyébként, aki pumpált már szapot, az tudja, hogy az nagyon nagy, az nagyon nagy. Ennyit minden bringás ért a Forma 1-hez. PSI, tehát mondom, pont elnézeti, és egyébként pedig javaslom a Balaton átnevezést, néhány éve mi az Adrival, a feleségemmel megcsináltuk kajakkal, és akkor is elég cudaridő volt, akkor a hullámok voltak, hogy a vége felé már nagyon kellett egyensúlyozni. Ami egy picit csalódást keltő volt számunkra, nem tájékozottunk egészen pontosan, hogy az nem az van, hogy átmész, és Badacsonyban iszol egy fröccsöt, meg eszel egy, nem tudom én, hagymás rostélyost, és hazamész vissza a déli partra, hanem ott megfordulsz a bójánál, tehát nem is talán engednek ki a partra. Igen, jössz vissza, partra, jössz vissza, igen. Jössz egyből vissza. Nincs olyan íteket, egy lángos, jaj, ez most az amárti tihany, megnézzük, ma derül ki, hogy megrendezik-e. Igen, most amárti. Azt mondja, hogy 6-7 kilométer. Hát és hogyha emlékszel, Zoli, én akkor mondtam neked, vagy talán egyébként még az Instagramon be is írtam, hogy marha ér, így vagyok. Mert hogy nagyon jó bulinak tűnt.
Jó, tényleg az, javaslom egyszer legalább kipróbálni. Mi megyünk hétvégén a Forma 1-től. Forma 1, mi a helyzet? Mi a helyzet? Ugye ez egy fontos kérdés. Mi a helyzet? Mi a helyzet, Zoli? Mi a helyzet a Forma 1 gondolok, mi a helyzet? Hát ami a bajnoki címért folyó csatát illeti, az eldőlni látszik, mert Max Verstappennek van egy brutális 63 pontos előnye Leclerrel szemben, mert ugye a Verstappen a Red Bullos csávó, aki tavaly is megnyerte, a címvédő, Leclerc meg egy rendkívül tehetséges monakói fiú, de szegény most nagyot hibázott a francia nagydíjon, a 18. körben vezető helyről dobta el a Ferrarit és kötött ki a gumifalban. Verstappen köszönte szépen, megnyerte a futamot. Igen, le is nyilatkozta, hogy nem is vagyok méltó arra, hogy világbajnok legyek, tehát én nem érdemlem meg a címet, igen, ez szimpatikus volt. Annyira szigorú magával Leclerc, hogy tényleg szimpatikussá teszi, de én azt gondolom, hogy ebbe egy kicsit vissza kéne vennie. Tehát ő tényleg az a fajta, aki bezárkózik, el is mondta, hogy ő nem akar senkivel találkozni, ő bezárkózik az apartmanjába, és két napig ki se fog onnan jönni. Egyébként halkan mondom, hogy Ayrton Senna is csinált annak idején, illetve amikor Monakóban eldobta a vasat, akkor senki nem találta, mert azt mondta, hogy nem akar most emberekkel találkozni. De Leclerc szigorú magával, tehát nagyon sokszor mondogatja ezt, hogy ő nem érdemli meg a világbajnoki címet, hogyha ilyen hibákat követ el. Ez a nehéz ebben, és ez a mentális erőnek a jele, vagy a azt mondom, fel kell készülni mentálisan is, hogy oké, elrontottal, zár le azt a fejezetet, és koncentrálja a következő kanyarra, ami most a Hungaroring lesz. Egyébként itt a Ferrari-nak szerintem van némi sansza, mert a közepes tempójú kanyarokban azért nem tűnik rossznak az autó, de hát a Hungaroring az furcsa, mert mindig tartogat meglepetéseket. Azért azt ne felejtjük el, hogy itt tényleg olyan emlékezetes versenyek voltak korábban, ahol első győzelmek születtek, ugye 2003-ban Alonso, aztán Jenson Button is itt nyert először, Heikki Kovalainen itt nyert először, hogy a tavalyi szintén kaotikus futamon egy Esteban Ocon nevű francia srác, aki nyilván szép emlékekkel jön vissza. Szóval a magyaródi levegőben azért van valami, meg az a 14 kanyar az egészen különleges. De Alonso nagyon ilyen, nagyon mirgonckodik. Írják itt a hallgatók, hogy ő nagyon új barátnőt mutatott be, jól érzi magát a pályán, hát nincs igazán jó autója, de nagyon él, nem? És konkrétan benne van a tűz. Tehát a legutóbbi francia nagydíjon azt mondta a versenymérnökének, hogy magam mögött tartom a csávót, aki támadta őt egy riválisa, hogy a gumiait tönkre tegyem a turbulens levegőben. Tehát annyira harap még mindig, annyira akar nyerni Fernando Alonso. Beszólt a fiataloknak, mert Le Castellet-ben Franciaországban előző hétvégén nagyon meleg volt, és akkor mondja az Alonso, hogy nem bírják a fiatalok, lehet, hogy nem jó az edzésmunka, amit végeznek. De egyébként, hogyha már Leclerc-et megemlítetted, akkor azért ott nem is annyira a világbajnoki címnek az elvesztése a pikáns, hanem az, hogy adott esetben még a Perez elveti tőle a második helyet is, tehát hogy nem, hogy az első nem lesz meg neki, még akár az ezüstérme is elúszhat, úgy, hogy egyébként meg egy iszonyú jó autót raktak alájuk. Hát ugye a Ferrari jól indult, de aztán ugye vagy stratégiai hibák, vagy műszaki hibák hátráltatták őket. Leclerc ugye azért háromszor már dobott el idén győzelmet, és abból csak a legutóbbi volt saját hibás, az előző kettő az technikai hiba miatt volt. Perez most már csak 7 ponttal van lemaradva valóban Leclerctől, tehát ott nagy csata bontakozik ki a második helyért, és Perezben megtalálta a Red Bull azt, akit éveken keresztül keresett, sokszor egyébként annak árán, hogy elküldött fiatal Red Bull Junior programból fölérkezett versenyzőket a csapattól. Tehát, hogy az a második számú pilóta, aki folyamatosan elvesz a riválisoktól pontokat, hogy Max Verstappen minél jobb helyzetbe kerüljön, az most Sergio Perez személyében megvan. A nagy kérdés számomra az, ugye a magyar nagy díj az első fél időnek az utolsó futama, utána jön a nyári szünet, és majd folytatódik nyár végén a bajnokság. Szóval a nagy kérdés az, hogy a szezon második felében Perez föl tud-e mondjuk annyira jönni, nem is Leclerc-re, meg tudja előzni Leclerc-t, de mondjuk Verstappenre, hogy a Red Bullnál még kialakuljon egy élesebb csataházon belül a világbajnoki címért. Én erre idén sok sanszot nem látok, de még akár ez is benne lett a pakliban. És akkor ott van a másik Ferrari pilóta, Carlos Sainz, aki szintén ott van a negyedik helyen 144 ponttal, hogy vajon eljön az a pont, amikor azt kell mondani a Ferrari-nak, hogy most már nem Leclerc-t hozzuk kedvezőbb helyzetbe a döntéseinkkel, hanem Carlos Sainzot favorizáljuk, szóval azért ilyen szempontból izgalmas, vagy ilyen szempontból is az idei szezon. És még egy izgalmas, érdekes dolog, ezt Balázs kedvér is meg kell mindenképpen említeni, mert ugye mégiscsak a Mercedesről van szó, hogy ha a Perezzel nagyon jó vásárt csinált a Red Bull, akkor George Russell-lel még jobbat a Mercedes, mert most egy olyan autóval hoz egészen elképesztő eredményt. Jobb, mint a Hamilton? Jobb. Durci-murci Hamilton? Hát de, Hamilton hozzászokott ahhoz, hogy jó autó van alatta.
Russell hozzászokott ahhoz a Williams-té, hogy szenvednie kell egy autóval, tehát ő beült, az egyébként magához képest vattag Mercedesbe, de a Williamshez képest az is egy űrhajó, tehát ő szállítja a pontokat. 143 pontja van. Az nagyon komoly. 5. hely, és 6. helyen van Hamilton 127-tel, tehát Russell összesítésben most jobb, mint Lewis Hamilton, aki megint visszanyeri azért a versenyzési kedvét, meg a mojóját, hogy az angol mondja, mert most sorozatban 4-szer csakott volt a dobogón. Mojo back, igen. Jó, de azért évekig a tetején állsz a dobogónak, azért most ez a második, harmadik hely, nem tudom mennyire oltja ki az ő szomját. Majd várjátok meg a Hungaroringen, bár itt szerintem most a Merci nem lesz talán annyira jó, mert a kvalifikáción ezen a pályán szerintem most a Merci az egy kicsit szenvedni fog, de mondtátok ti, szombaton eshet, hát az mondjuk a magyar nagydíj programjára egészen érdekes. Mindig van valami eső, vagy az edzésnapon, vagy az időmérőn, ez valahogy az augusztus elejé eső, ez így megérkezik mindig. Hát vagy 30 másodperccel a rajt előtt. Igen. Volt már példa, hogy álltak fel a rajtáshoz. Kérdezi Barnabás, hogy a Latifi és a Lance Stroll szerinted kiérnek majd a ringre, vagy már az M3-ason a szalagkorlától lesznek. De gonoszak vagytok. Ugye Latifi az egy kanadai fiú a Williams-nél, nagy kérdés, hogy egyébként mi lesz vele a következőkben. Lance Stroll pedig ugye annak a Lawrence Strollnak a kisfia, aki megvette az Aston Martin Forma 1-es csapatot, tehát ott az apuka úgy intézte a gyereknek a előre menetét, hogy vett neki egy Forma 1-es csapatot. Azért az már egyébként az... Igen, most hír, hogy a szaudi befektetési alap az egy 1 milliárdos tőkével, tőkeinjekcióval megtolja az Aston Martin, mert elég veszteséges a vállalkozás, de hát van miből fejleszgetni. Figyeljetek, én azért szeretek veletek beszélgetni, mert én ugye nagyjából ebben élek, tehát nincs olyan nap, hogy egy órát ne foglalkoznék az automotorsporttal meg a Forma 1-jel, de hogy mi megy át a zajon? Tehát ti most a ti buborékotokban mit érzékeltek a Forma 1-ből? Az, hogy jó, mert van a Drive to Survive. Nagyjából a Drive to Survive volt, ha Hamilton duzzog, azt nagyon szeretjük, elmondjuk hétfőn, hogy ki nyerte a futamot, illetve ha van borulás vagy valamilyen baleset, akkor azt megnézzük és kielemezzük. De valójában nem telepedünk le a tévé elé vasárnap. Én például most nézegettem egy ilyen Bercsény Balázs nevű tetováló srácnak például az oldalát, mert ő Hamiltonnak is csinál tetoválást, tehát hogy mi inkább kapcsolódunk a háttérben mozgolódunk, így van. Jól csináljátok, ugye Silverstone volt egy brutál nagy baleset az Alfa Romeoval, a kínai srác guanyos húzott 200 km/h fölötti tempóval a tetején, aztán pedig beesett az élére az autóval egy olyan helyre, ahova ember nem képzelte el, hogy a gumifal meg a törmelékfogó kerítés közé be lehet esni az élére az autóval. Szegény alaposan megijed, de szerencsére semmi baja nem lett, de ott azért megint sokaknak felszaladt a szemöldöke, hogy durva balesetek vannak még mindig a Forma 1-ben. Figyeljetek, mert a nagy hír egyébként tegnap óta az, hogy most már majdnem biztos, sőt szinte teljes mértékben kijelenthető 100%-os bizonyossággal, hogy a Volkswagen csoport jön a Forma 1-be valószínű két márkájával, az Audival és a Porsche-val, wow. A legutóbbiról, az utóbbiról igen, tegnap kezdtek el cikkezni. Képzeljétek el, hogy ugye ilyen versenytilalmi, meg kartel, meg egyéb ügyek miatt különböző szervezetekhez le kell adni azt, hogy ha te beszeretnéd vásárolni magad egy nagy cégbe, tehát meg kell vizsgálni ezeknek a bizottságoknak az ilyen fúziókat, és az Európai Unión kívül van még 20 ország, ahova kötelező leadnod, ha neked ilyen szándékod van. És a marokkói, ez köztük van egyébként marokkói is között a 20 ország között, a marokkói országos hivatalnak pedig törvényileg kötelezettsége publikálni ezeket a szándékokat, így a világ egészen furcsa módon egy marokkói hivatalból tudta meg hivatalosan, hogy a Porsche az 50%-át meg szeretné vásárolni a Red Bull operációnak, tehát a Red Bull Formula csapatnak. Úgyhogy van egyébként mozgás, tegnapi hír, hogy 39 szintetikus üzemanyagot tesztelnek a Forma 1-ben, 26-ban jönnek azok a benyák, azok az üzemanyagok, amik egyébként nem fosszilisek, tehát mesterséges módon állítják elő környezetbarát módon. Úgyhogy izgalmas idők egyébként ezek. Azt hittük, hogy ennél is izgalmasabbat mondasz, például azt, hogy magyar állami csapat indul Pannon Puma néven. Milyen motor tennénk vele, igen. És akkor a Porsche saját motorral, vagy betársul a Red Bullhoz, vagy ilyenkor bevásárol, saját motor. Hát aha. Ugye a Red Bull az egy érdekes helyzet, mert most ugye a Honda volt tavalyig a partnerük, de megvették a Hondától a szellemi tulajdont, úgyhogy most saját név alatt fejleszgetik ott Milton Keynesben, Angliában a központban a motor, de a Porsche érkezne. És ugye a nagy kérdés az, hogy mi lesz az Audival, mert az a másik, amit most már nem csak pletykálnak, hanem szinte biztosra vehető, és egyébként benne van a pakliban, hogy pont a
az Alfa Romeo-t fogják majd megvásárolni, annak az anyacégét, az Sauber istálót, és akkor szépen úgy átbrandingelik majd Audira. Úgyhogy ilyen szempont, egy izgalmas idő. Vettel, aki ugye négyszeres világbajnok, és nagyon sokat beszél mostanában a méhekről, mert óriási környezetvédő lett, nagyon jól teszi ezt egyébként. Kicsit enyhíti az én klímaszorongásomat is Sebastian Vettel, amikor a méhekről szokott beszélgetni. A méhekről beszél? Hát eredményekről nem nagyon tud, nem? Ja, akkor az ember mindig a méhekhez ül. Négyszeres világbajnokként már kényelmesebben vezet le azért, mert már megmutattad a világnak, hogy mit tud. Na és képzeljétek el, hogy most az elmúlt 2-3 hétben Silverstone-ban, meg most Franciaországban volt két bemutatója. Silverstone-ban Nigel Mansell 1992-es Williams-ét hajtotta meg, imádta a közönség. By the way, 92-ben Mansell pont a Hungaroringen nyerte meg a világbajnoki címet, kapott is egy Skála nevű lovat ajándékba. Skála! Jézus már! A magyar marketingeseket azért nem lehet zavar. A sugár foglalt volt. Na, és hogy abban az autóban, a 92-es Williamsben, meg most egy hete Franciaországban egy 100 éves Aston Martinnal gurult, egy 1922-es gyártású Aston Martinnal gurult pályára, és ilyen szintetikus üzemanyag volt az autókban, mert ő azt akarja ezzel üzenni, hogy egyrészt történik az elektrifikáció az automotorsportban, meg úgy az a mobilitásban, tehát elektromos autók jönnek, de azért azt a közel 2 milliárd belső égési motorral szerelt autót, ami van a világban, azt valamivel környezetbarátabb módon kellene etetni a jövőben is, és ez már arra ment ki ez a játék, ez a két bemutató, hogy egyébként ezt a szintetikus e-fuelt promotálják. Az elektromos autók lesznek? Ez elektromos autók, hogy az F1-be is? Nem, pont ez az. Nem. Tehát pont ez az, hogy nem elektromos autók lesznek, hanem a meglévő belső égési motorokat fogják etetni olyan üzemanyaggal, ami nem káros. De bocsánat, van elektromos Forma 1, ugye a Formula E-nek hívják, az a 8. szezonját tapossa, és azért nagyon érdekes, rácok, hogy a Formula E jövőre kezdődő új szabályciklusára 2023-ban jönnek a harmadik generációs tisztán elektromos formautók. Hétvégénként Londonban 2 versenyt is rendeznek, és most egészen jó a bajnokság. Szóval 8 nagy globális autógyártó már aláírta a szerződését, hogy ő szeretne ott lenni az elektromos formautós bajnokságban. Ehhez képest ugye most a Forma 1-ben 3 gyártónk van, a Ferrari, a Mercedes és a Renault az Alpine márkával. Most ha még ehhez hozzáveszünk, hogy valamikor megérkezik vélhetően 26-ban a Volkswagen meg a Porsche meg az Audi, akkor is csak 5-ről beszélünk, az elektromosban jelen pillanatban 8 gyártó van jelen, tehát azért fontos az autóipari cégek. Az jó. Figyelj csak, Zoli, van egy kiváló technikusunk, Nováki Zsül, és nagyon szívesen bedolgozna nektek tulajdonképpen kamu motorhangokkal, hogyha esetleg ezt el tudnád jutatni az elektromos autós. Na most képzeljétek el, erre volt példa, tehát amikor bevezették ugye 14-ben ezeket a hibrid motorokat a Forma 1-ben, ezek a világ leghatékonyabb hibrid motorjai, ugye nem csak a mozgási, a fékezési energiát, hanem a hőenergiát is visszatermelik. Gyönyörű, tehát a mérnöki leleménynek a csúcsa és a mérnöki munkának a non plus ultrája. De hogy akkor kísérleteztek azzal, ugye hát a turbó az eléggé leveszi a hangját az autóknak, és bizony lehetett simán beszélgetni a 14-es hibrid autók mellett, most már egy kicsit jobb a hangjuk, de hogy konkrétan sound engineerek, tehát hangmérnökök dolgoztak azon, hogy hogyan lehetne egy kicsit jobb a hangot kicsikarni a kocsiból, és akkor még egy zárójeles megjegyzés ebben a témában, hogy a tévé közvetítésen is dolgoztak azon, hogy helyezzék el a kipufogó közvetlen közelébe a mikrofonokat, amik összegyűjtik az autóknak a hangját. Sokat szenvedtek vele, mert az 1000 Celsius fokban minden mikrofon elolvadt. Azt a minden segít neki. Nagyon jó, Zoli, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Két fontos kérdésünk van, még jól fogy a könyv, minden oké, megy. Jaj, kedvesek, hogy szerencsére igen, hogy nagyon hosszú ideig vezette hát, a limitiker listát. Tehát ugye ott, amikor a bemutatón voltunk, akkor emlékszel talán Balázs, hogy leesett a könyvem a polcról. Igen. És azon nevetünk, hogy ez vajon mit jelent Isteni, az álmos könyvek szerint. Igen. Ti olvastátok? Hogy még többször is. Hoztál nekünk. Kiemelt helyen van a könyves polcon. Lefekvés előtt felolvasok belőle mindig a gyereknek egy fejezetet. És nem is bír elaludni, érted? Várja a következő fejezetet.
Figyelj, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy kiderült, hogy szignálokat kell rakni a közlekedési hírek elé. Nem fogunk sokat használni, de mondj nekünk egyet, hogy közlekedési híreinket hallottátok. Jó. Csak így röviden egy ilyet, meg egy néha, vagy hogy közlekedési híreink következnek. Jó, nem fogunk sokat használni, nem használjuk el a hangot, mondott a Júlia, a Zsűl, mert hogy nincsen szignálunk, hogy az NMH ne bántson minket, most mi szignálokat mondunk addig, hogy mi precízen pontosan jelentsünk közlekedést, jó? Oké, szólj, ha meg vagy. Meg vagy? Meg vagyok. Oké. Közlekedési hírek a Rádió Egyen. És a vége, figyelj! A közlekedési híreket hallottátok. De jó vagy, öcsi! Hogy ez a Szújó Zoli nem véletlen az a Szújó. Kifutod a szakmára. Zoli, várjál csak most egy olyat, hogy én a katások mellett állok. Erre szokta a feleségem mondani, hogy ez már a sajózós hangon volt. Ma este 6-kor Tali az Erzsébet hídon, tessék? Így van. A várfoglalók a Spektrumon szeptember 18-ban. Gyerekek, minden. Tehát ezért a kedvességet cserébe bármit. Jó van, néha nem használjuk el a hangodat, használunk mindenkit, amíg nem lesz hivatalos szignálunk, jó? Jó van, köszönöm. Jó. Na figyelj, vigyázz magadra, hogy telik a nyár, nyaralás, belföld, külföld, Balaton. Járkálunk belföldön egy kicsit, illetve hát már korábban leszerveztük, de mondtam a csajoknak, hogy lehet, hogy most pár évig azért külföldön nagyon nem megyünk, de Finnországban megyünk, nagyon szeretjük Skandináviát, úgyhogy a Magyar Nagydi után nem sokkal Finnországot megint megnézzük, hát nem először, most ilyen Turku, Tampere, Jüveszküle, ilyen városok vannak Jöveszküle, a programban. Jöveszküle, és egyébként, hogy honnan jön, tehát a Finn Rallyt rendezik augusztus elején, és nekem az egy régi bakancslistás álmom, még soha nem voltam, úgyhogy nem kell dolgozni, hanem csak állok egy doboz sörrel a kezemben a pálya mellett, a szintén nem stomjas finn autósportrajongók mellett, és nézem, ahogy elugratnak a rally autók, úgyhogy 4 nap rally is belefér, mert a finn rallyt egyszer. Legalábbis annak, aki ezzel foglalkozik, egyszer látni kell, úgyhogy ez valószínű most fog bekövetkezni. Ti hova mentek? Voltatok-e már? Csak belföld. Feri megy, majd Montenegro. Szerbia, Bosznia, szabad-e Bosznia. Most tartak át valami fontos hidat a horvátoknál. Az a horvátoknál van, így van. Okos. Horvátországból Horvátországba. Igen, csak ott megúszol egy hatalmas kanyar, tehát azt érdemes használni. Amikor mi arra jártunk, akkor még építették, de már nagyon is látszott, hogy szép lesz, mi? Abszolút. Én csak a jövő héten megyek, de csak a szokásos helyre, az Instagram oldaladra. Ennek kapcsán szeretném megkérdezni tőled, Zoli, hogy van még otthon a stelázsiban pár száz darab Baumgartner Zsolt is képed, mert most már... Mindenféleképp előkaparunk még valahonnan. Hát ugye ő 2003-2004-ben ott volt a Magyar Nagy. Azon kevés pilóta egyike, aki a saját közönség előtt hazai pályán debütálhatott meg 2003-ban, hogy a tesztpilóta volt, de egy Ralph Berman nevű srác nagyon csúnyán oda csapta magát, és ő volt a belugró, úgyhogy... Minardi volt, nem? Minardi is volt? Hát a Jordan, 2003-ban a Jordan, és aztán a Minardi. Minardival volt a pontszerzés. Igen, Minardival volt az a bizonyos egy pontszerzés. 2004 Indianapolis, abszolút mértékben. Jani, imádom a várfoglalós posztjaidat. Jaj, Zoli, köszönöm. Kicsit sajnálom, hogy lemaradtam a legutóbbi beszélgetésről, ahol ugye nyilván szóba került a könyved, de biztos lesz még majd dedikálás a közeljövőben, és hogyha gondolod, hogy nagyon szívesen továbbosztom. Zoli, nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál. Örülök, hogy hallottalak. Köszönjük szépen, szép nyarat. Ciao, ciao. Zolina, köszönjük szépen. Ciao, ciao. Gyerekek, nem lehet azt mondani, hogy nem jártuk körbe a Forma 1-et. Amit tudtunk laikusként. Hát még nem? Többet is, mert szerencsére voltak, hogy nálunk többet tudott róla. Igen. De Zoli tényleg az a típus, hogy ízen mindegy, hogy miről beszél, szívesen hallgatod. Nem? Tehát, hogy így szereti, olyan, imádja, nem érdekel a Forma 1, de az a lelkesedés, ahogy ő beszél, az úgy elvisz oda, hogy már úgy elkezd érdekelni. Szóval, hogy mert annyira pozitív. Jól mondja, hogy úgy tök szívesen hallgatom, de nem vagyok egy nagy Forma 1 rajongó, nem is értek hozzá. De meghallgatod, és úgy rájössz, hogy tök jó. Ez így izgalmas. Sokkal izgalmasabb, mint egy vasárnap a 3 órás futam. Nem? Tehát, hogy nekem hétfőn összefoglal 3 mondatban brümmögnek 2-t, meg csinálni egy ilyet. Én ezt szívesebben megnézném egy rövid podcast formájában, mint hogy megnézek 3 órát, ahol semmi nem történik. Ja, tényleg, majd rakjuk bele egyébként a szignáljába. Mindenkivel mondatunk, ne felejtsétek el. Egy hétig, aki vendég...
aki megszólaló, annak kell szignált. Ha nem valami Oroszország szakértő, valami nagyon nagy guru, akkor megkérjük, hogy ne felejtsd el, haver, Csótán nyomd a szignált, most már aztán. Egy jó Orbázol és Zahér Gábor. mindenki mond nekünk közlekedést, hogy NMHH kompatibilisek legyünk. 7:10 pontosan jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Gyorsan elment ez a ma reggel, gyerekek. Bizony. Jó témákkal, Hova megy a gyerek ugye pisilni, mit tetováltatnám magadra, milyen rég volt már a szabélyes tetoválás, Zoli itt a végén, hát ez sűrű volt, el is röppent ez a és a változatos közlekedési infóink. Hát van, fölteszünk majd mindenki jingle palettára, jó? És akkor Zsülci, Juli, Laci, Zoli, mindenki, Anna, mindenki fönt lesz, és akkor szépen váltogatjuk. Jó, ha beírjátok többen, ha beszélünk Pákóval, ő is fog nekünk közlekedést mondani. Tehát, hogy ezt nem ússza meg senki. Igen, csak azt nem fogadják el, mert nem értik, hogy mit mond. Tudod? De ha van hivatalos szignál, az nekünk elég. Azért van baj. Ez 6 és 9 között kell. Na. Jól van, mutatjuk, hogy mi volt ma. Ugye a Subway-ről beszélgetünk, aki életre szóló ingyenes étkezést ajánlott fel annak, aki magára tetováltatja a cég logóját. Itt lehet akár 50x50-es, 30x30-as, 7x7-es, tehát hogy változik a méret, attól függ, hogy egy hónap, egy hét, vagy egy évnyi, vagy akár egy életre szóló ingyen kaját akarsz. És ötletesnek találtuk a dolgot, felvetettük, hogy ki mit tetováltatna magára, kiderül gyerekek, hogy itt mindenki mindent. Tehát ha ez ingyen lenne, szolgáltatást tudnál igényelni, akár egy hétig, egy évig, vagy akár életed végéig, hát nem volt olyan, aki valamit ne írt volna, hogy milyen cégnek a logóját, terméket, szolgáltatást tetoválna magára. Egyébként nem rossz ötlet ez a Subway ötlet, ugye? Ügyes, reklámfogásnak nagyon ügyes. Lehet, hogy a 6. Subway szendvics után már kicsit megunott, hogy a homlokodon van egy ilyen Harry Potter jellegű Subway tetoválás, mikor már dögeszretted magad, de ha mondjuk szolgáltatást veszel igénybe, és fizetnek helyetted valamit, akkor tényleg, akkor lehet, hogy megéri. Erről beszélgettünk. Valamint ugye, hogy mit csináljunk a gyerekekkel, ha nyilvános helyen jön rá a pisilés és a kakilás. Ez egy érdekes dolog, mert olyan cukik ártatlanok, de amikor ott kakil a cukrászda mellett, akkor azért azt úgy nem tud hova tenni. Mégse szólunk. A cukiság változik olyankor. A cukiság változik, és aztán elkezdünk arról beszélgetni, hogy idősebben kikirenny hol nyitott rá, vagy lepte meg éppen, amikor a dolgát végezte, pályaudvaron, próbafülkében, liftben, alagútban, szalakorlát mellett, szabad téren, koncerten egészen megdöbbentő SMS-ek érkeztek. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Van-e valami, amit fölök? Tényleg van-e valami, amit felrakadtátok? Ki van ilyen, aki? Amire tudod, hogy sokat költesz egy évben rá, megérné neked, ez lehet szolgáltatás is. Tehát azt mondod, hogy neked most mit a Netflix előfizetésed sok, és már le kéne mondani, mert van még 4 másik, felrakatnál egy 7x7-es Netflix logót, életed végéig prémium csomag a Netflixből. MVM Next, és akkor meg is vagyok. Felrakatnál egy MVM Next-et, de ingyen van a rezsit. Alkar. Az egész. Álljál, mennyi most már először, bocs, csak közön gondolkodom, hogy... Figyelj, ez évi sok 100 000 forint. Agyalok egy kicsit az FKF-en, mert hogy a személyszállítási díj is megugrok. Igen, de még gondolkozol a fővárosi csatornázási műveken, mert az is rohadt drága. Amelyik a legtöbb. Zsülci? MOL. Üzemanyag, így, ezt mondtam én is, Benyáért. Hova kell rakni a MOL? Homlok és színesben. Egy zöld-piros-fehér logóval. Úgy van. Egy háromszöges logóval. És aztán Zsül, megérdemlett tankó ingyen. Adom, a sok. De mivel jársz? Citroennel? Igen. Hát én nem, mint 3 liter teszik 100-at. Hát de akkor venne még egyet. Megdöbbentő mennyiségű SMS. Tehát gyerekek, a Viberünk az lefagyott, igazából mindenki felrakadna magára. Máshogy gondolkodnak hallgatóink, de egészen sokoldalú és sokrétű a tetováltatás, de ha ez most beválna, akkor megtelnének a tetováló szalonok, nagyon sokan vállalnák. Én bevállalnék, Balázs. Te mit vállalnál? Tudod, mit vállalnék? Mit tetováltatnál? Balázs. Nem, nem, mit tetováltatnál? Kata. Ezt magamra, és maradhatok a Kata körbe. A Kata azért Kata. Nem rossz, a Kata én azért nem maradnám. Rossz, mert a Kata lehet a lányod, ha valaki elolvassa Kata. A buszon, lehet neked a Kata, lehet egy barátnőd, tehát egy nagy, egész felkaros, alkaros Kata, Kata. Viszont életed végig maradsz a Katában. Igen, én már maradtam. Egyelőre akkor van egy MVM Nextünk, ugye Jani azt mondta, hogy élete végig, de várj, a Jani jogos, nem adja olcsón, azt mondja, hogy élete végig full rezsi. Zsülnél van egy MOL logónk, igen, de várj, ez visszafele nekem a tükörben lom. Tehát, lom. Az nem biztos, hogy jó, ha lomot tetetsz föl, mert én azt úgy olvasom majd, hogy lom, de oké, legyen MOL.
És a másik oldalon egy harapott almát. De az is jó. Ez valami biopiac? Vagy a turkevei biopiacon ingyen szeretnél vásárolni? Alul a nyakán a Hitachi felirat, kicsit fura lesz. De... Igen, hátul Samsung elől. De miért tennél Apple logót magadra? Hát azért, hogy kapja az Apple termékeket. Az élete végéig kapja őket. Számítógépek, telefonok, fülesek, minden. Le se írom, úgy sincs rajtam annyi hely. Van, aki egész hátas kőbányait, van, aki a MÁV logót, van, aki KLM logót tetováltatna, és minden héten péntektől vasárnapig ingyen járná a világot, 30x40 centis KLM logót is bevállalná. NAV tetoválást írták nagyon sokan, adómenteség. Andi gyógyszertár logót lakatna fel, egy ilyen tekergő kígyót, hogy megoldom, annyi pénzt költ el a gyógyszertárba. A McDonald's logót varratnának magukra a hallgatók, Kalinka vodkát, taxitetkót, annyit megy taxival. Ingyen orvosi ellátásért valaki feltetetni az STK-t, a lángos telihátba, hogy ingyen es. És bármelyik lángos. Az bármelyik. Viszont van egy sajtos tejfölös hagymás a hátadon, ami gőzölök, gyönyörű. Mi ez a hátadon? Napocska. Pornhub, ingyen prémium, aranyászok, nemzeti adó és vámhivatal, BKK logót tetováltatni magam, a bérlet helyett a tetoválás mutatnám meg az ellenőröknek. Nagyon tetszik az angyali kegyelet, valaki az ingyen tetett temetésre gondol, az egész családjának ingyen tetovás, ő csak annyit írt, angyali kegyelet. Hú, tényleg nemzeti dohánybolt. Igazából az van, hogy a legtöbben odaadnák a hátukat. A gyerek nem bírja úgy tartani. Nem bírja visszatartani, szerintem inkább itt erről tudom, van mert szó. Ő játszik például, a gyerek az utolsó utáni pillanatban szól. Ő már egy fél órája érzi, hogy pisilni kell, de játszott, fagyizott, nem tudom mi, akármicsoda. Tehát amikor a gyerek szól, akkor már dráma van. Nyilvános WC-k hiánya, a játszótereken a nyilvános WC-k hiánya. Vagy a játszótereken pisiltetni a gyereket, nagyon sokan csinálják, nagyon sokan tehát nyomják. Az szerintem tré. Ahol ott a más gyereke is, a homokozó szélére. Szerintem elég kultúráltak, hogy odébb viszik. Nem viszik odébb? Nem viszik odébb. Én magam is láttam, és szerintem az tré. Tényleg nem akarok a gyerek meg a kutya között párhuzamot vonni, mert tudom, hogy ez bicska nyitogató néhány embernél, de ahogy én például a kutyáért is, hogyha adott esetben nem volt nálunk, mindig van. De ha még sincs, én visszamegyek ért és összeszedem. Tehát, hogy biztos, hogy nem hagyom ott. Strandon is nagyon sokat látsz. Így egy hallgató, tényleg pisil kijön a gyerek a Balatonból, oké, nem pisilt bele tök, az első fáig viszik. És össze vannak pisilve a fák. De igen, én is így gondolom, ahogy ti, hogy valahogy ez ilyen megbocsátott. Csak milyen érdekes, nem? Hogy ugyanúgy pisi, csak úgy a gyereknek azért lesz, hogy megbocsátott. Kijön egy 50-es csávó a Lele és Sandő, és odabrúzol a fához, akkor azért, hogy picit arrébb húzod a gyékész szőnyegedet, meg a hűtőtáskádat, nem? Hogy éppen a Google a fa alatt érted. Margó néni oda Google, hát azért az egy picit más. Nekünk van utazóbilink, olyan, mint egy műanyag táska, cseppmentes, ha jön a szükség, előkapjuk, és abba mehet a dolog. A Miskolcon az egyik ruházati üzletben apuka megkérdezte, hogy van-e WC a boltban, mondtuk, hogy nincs, oda pisiltette a próba fülkébe a gyereket. Az és te a másik fülkébe ott próbálsz, és valamit elfolyik előtte. Kis sárga kígyó. Medencében is ugyanolyan probléma, hogyha van egy kisgyerek, és nincs rajta úszópelenka. Na most egy ilyenkorú gyerek biztos, hogy belepisil. De vannak nagyon haladók. Moziban a terem kijárata mellé, az előcsarnokba guggolt le egy középkorú hölgy, körülbelül 20 méterre volt a film előtt, vagy utána az még. Szerintem utána, azt mondta, hogy kész, nem bírom, vége van. Legugolt, hogy jössz ki a nagy kuka, dobott bele a kukoricát, stb. Balra a néni legugolt. Meghajtotta a jalapeño paprika. Sose bírta a sajtszószt. Nálunk nemrég a nénike a határúti spárban nem bírta tovább, és odafosott a kasszákhoz. Na jó, hogy van ez. Yes. Aquavör gyerekmedence, csak azt vettük észre, hogy mindenki menekül ki a medencéből. Később láttuk egyébként a felszínen lavírozók is rebeli surkát. Székekkel körbekerítették a medencét, arra napra használhatatlanná vált. Vannak rutinosak, nyírbátor is Randon kisgyerek belegittelt a vízbe, víz felhozta, anyuk egy lazolva mozdulata kidobta a partra. Ennyi. Sok vízzel. Margit szigeten volt egy randi, a csaj mondta nekem, hogy fogd már meg a cuccom. Elszaladt egy bokor, az 5 méterre volt, és legugolt kakilni. Azért le a kalappal. Utána azért a randin egy picit máshogy eszed a battacukrot, nem? M3-as Pest felé az egyik felüljáróról telibe kapta a szélvédőmet egy kakis pelenka. Az első mosóig ott volt a szélvédőn, baromi meleg volt a kocsiban, az ablakot sem mertem kinyitni. Valaki kidobta valószínűleg egy felüljáróra. És az állat csattad föl. Pécsi Árkád üzlet mellett parkolóban középkorú hölgyike letolt nadrággal felült a korlátra.
a fenek alatt pedig egy szatyor kinyitva, szétnyitva, és a korlátról próbált bele. A korlátról próbált, de legalább szatyrot tett hozzá. Tegyünk hozzá legalább a néni törekedett szatyor arra, hogy célba lőjön. Tegnap megszólalt egy 5 éves forma kisgyerek a medencébe. Mama, megyünk a pisilős medencébe? A pisilős. Nem, most először a kakilos lábosomba. Lehidaltam, mondja Ildi. Olaszország Bibione, hirtelen pisilni kellett hazafelé, megálltam egy bokornál, kiengedtem. Azzal a lendülettel jött a hideg víz a nyakamba, fentről az emeletről. Azért ott meglepődsz, nem? De milyen temperamentumosok az olaszok, én ezt bírom. Turista vagy, oké, de ne pisilj ide az ablak alá. Avanti! Vidéke praktikerben fürdőszoba felújítás előtt nézelőttünk kádak, mosdók, agylók, vécék, basszus, nem viszitek el, az egyik budiba bele volt kakilva. Kipróbálta, hogy jó-e? A kis családdal strandra mentünk, strand nevét nem akarom mondani, hajógyári szigetnő. Nem mondom, zárulj, hajógyári sziget. Hullám medencébe voltunk, amikor az előttünk lévő anyuka felkapta a vízből a gyereket, mert a szó szerint összefosta a pelust. Felemelte, kirakta a medence oldalára, ledobta a pelust, lelocsolgatta, és visszarakta a medencébe, ott biztos jobban letisztult. Érted? Tehát valószínűleg kimosta a pelenkát a vízbe, és lemosta a gyereket is a vízzel, hogy fogta félkézzel a gyereket, és így rápacskolta a vizet a fenekére, legőzborotvázta a gyereket. Valaki meg mellett épp tette fel az úszó szemüveget, hogy ma ússza le a napi adagot, tudod. Most az, hogy lelocsolom a gyerek seggét, hát klóros a víz. Nem dobom a babát! Jaj! Tökéletes. Balázsék a Rádió Egyen! Óra 50 perc, így van. Ezt most leosztod, meg tudtad mondani, hogy mennyi az idő. 45 évesen ez egy egészen vállalható teljesítmény. Itt vagyunk, és hát igen, nagyon köszi a sok SMS, rengetegen nem fértek bele, ezt mindig elmondjuk, hogy tudjátok, ez 7 lap szinten működik, külditek, mi nézzük, sok-sok száz SMS, hogy ki mit tetováltatna. Azért most a szalonok mennybe mennének. Aha, bizony. Ugye, te ingyen kapnál egy terméket, szolgáltatást, ők katásként tetoválnának, tehát ez most ezzel kicsit megsegített őket, ez egy jó díl lenne. A szolgáltató megkapná a felületet, tehát ez mindenki jól járna ezzel a történettel, amit a Subway csinált egyébként. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját még, megnézzük, hogy felveszi-e, adunk-e neki egy ajándékcsomagot. Belus. Igen, tessék. Rá, igen. Balázsék, hello, jó reggel. Szia. Ciao, Sanyi, hello. Halló. Halló. Hello. Egyszer nem hallgatom tényleg. Basszus, és egyszer nem mondod. Ezt elszúrtam. Mert van 3, úgyhogy nincs. Ja, van, hát akkor már nem akkor van. Nagyon szar a tornazsák is, úgyhogy nem érdekel. Kopik. Figyelj, ez igaz, amit írtál ez a történet? Hát nem. Nyilván. De nagyon szeretjük. De pedig nem. Ilyen jó. A jobb mellbukban felett van egy plusz. Szemteruzájával megcsináltuk ezt a 95 években strandon, és nagyon mókás. A jobb mellbukban felett van egy plusz, a bal felett egy mínusz, közében van írva, hogy jászakú, ingyen aksi életünk végén. Nagyon szerettük Sanyi ezt a kis üzenetet. Kamionos vagy, merre vezet szépen? Hát nem vagyok nyilván se kamionos, se Sanyi. Na jó, most már csak azt nem tudom, hogy igazán úgy küldtél SMS. Igen. És nem hallgatlak benneteket. Nem hallgatlak benneteket. Nagyon jó. Jó, mondj egy keresztnevet nekünk, ami közel áll a valósághoz. Tibor. Tibike. Tibike. Hát akkor te vagy a naphallgatója. Azért az SMS-edet szerettük, jó? Köszi. Ciao. Hello. Jól van, gyerekek. Egy átverős. És még ti nevettek a Kossuth rádiós témákon. Ezek a fosor sztorik jobbak voltak. Sokan. Mi nagyon szeretjük a Kossuth rádiós témákat. És nem a hajnali műsoron. A hajnali műsor 5-6-ig gyerekek, a mezőgazdasági percek, isteni. Horgászok, megkárcsolva. Rá vagyok csúszva. Tenyésztők, tudástára. A makói hagyma temésztők, ma reggel a torma tervesztők víz iránti áldása volt a téma. Nagyon szeretjük ezeket. Tényleg hallgatom, nagyon jó. A Kossuth reggel az nagyon jó. Jól van, gyerekek, hát akkor ennyi volt. Ennyi voltunk mára. Holnap gyűvünk. Szép napot mindenkinek. Így van, vigyázzatok magatokra, jó? Holnap egyetek dinnyét. Én is fogok. Hozzam akkor a sárga dinnyét? Persze. Igen, a sárga bélű görög dinnyét. Kívül zöld, belül sárga. Megkóstoljuk. Veszegetjük, csipegetjük. De jó lesz. Az a fele veszek én is valamit. Mit? Nem mondom, hogy dinnyét, nem mondom, hogy sokat. És nem mondom, hogy behozom, nem hozom be. Okay. De egyébként valamit veszek majd. Igen. Jövünk holnap, vigyázzatok magatokra. Szevasztok, ciao.
Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.